Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra múlt 12 perccel. Hello Feri, hello Jani! Sziasztok! Hello! Hát jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, hello! Gyerekek, olyan látás vagyok, meg örülök. Na, ne csináld. Vagy allergia, vagy nem tudom mi. De... 18 fok volt tegnap este. Igen, megfázni nem fázhattam meg, tehát az nincs. Macskaszőr nincs. Nyitva maradt ablak, az van. Ajtó, az macska van. Bemászik, melledre fekszik, elszívja az életerődet. Így van, így dörzsölődik egy. Igen. Beletrüsszent az arcodba. És utána hajnalban távozik. Igen, nem tudom, valami olyan allergia, ami nem kaparja a szememet, meg nem csíp, meg nem. Tehát semmi ilyen tünetem nincs, csak egyszerűen annyira náthás vagyok, hogy megőrülök. Amikor reggel úgy ébreszt, tudod, hogyha valaki rád ülne a szádra, megfulladná, mert az orrodon nem tudná levegőt venni. Kicsit tehát, várt kellemetlen. Kicsit vártam, hogy mit tudom, olyan Lady Dömper beleül az arcomba. És elkezd fészkelődni. És valami nagyon jó lesz, de nem, megint a szokásos 4-4-es kellésemet tudtam előadni, úgyhogy gyerekek, férfi klímax. Nem, én nem tudom, mi van. Nem feltétlenül. Lehet, hogy most jött elő valami olyan allergiát, aminek korábban nem voltak tünetei. Például az én kedves nejem oldalból rám párom a sírik, például most tegnap előtt kezdett el allergiás lenni a tengeri malacszőrre. Nem, a tengeri malacszőrre, az egyik kedves ismerősünknél. Van egy tengeri malac, nagyon cuki, nagyon aranyos, a virágra elég nagy hatással van, ő szereti így dögönyözni, meg bírja is valamennyire, nem virág, hanem a tengeri malac. És Moni is megfogta, és hazajött, szeme begyulladva, trüsszögés, stb. És elkezdett agyalgatni, gondolkodni, hogy vajon mi lehet az oka, aztán rájött. Igen, így az a szőr. Nagy uram. Igen, vezérem. Mi a nagy harci helyzet, vezérem? Megiszunk egy jóféle sörítalt adás után? Egy jóféle sörítalt. Egy jóféle sörítalt. Jó, nagy uram. Borotváljátok meg a malacot. Kopaszra? De nem a miénk, nem örülni neki. Hallod, nem figyeltem, nem a miénk. De nem kell kérdezni. Hallod, nem. Figyelj, ne, önts le forró vízzel. Átmegyünk. Tirolád. Ja, tényleg. Minek, tedd be egy lábosba, önts le forró vízzel. Ja, tokoljuk. Persze, meg is vagy. Aha, tök jó, nem biztos örülnének neki nagyon. És mehet, meg cuki úgy is. Minden nagyon oké, sziasztok egy pillanat. Most már maradunk. Majd csak ennyi. Hát most azért, hogy a barátság megmaradjon, és tudjatok menni Mónikával, ezért szerintem ennyit megér. Meg tök jó lenne, mert hogyha visszavinnék a kisrátkereskedésbe, sokkal több pénzt kapnák érte, mert eladhatnák földi malacnak. Tessék. Az meg ritkább és drágább. Exkluzív. Na ennyi. Igen. Na mindegy, szóval nem tudom, hogy... Nem tudom, és hogy nem miért. Lehet, hogy a forró stúdióból kirohantál, picit megizzadva a műsor gyártás terhe alatt, és akkor... És kint hideg volt. És megcsapott egy kicsit. Megint lezser voltál. Megint túl lezser voltál. Igen. Ez lehet. Simán. Felforrósítottam a hangulatot a stúdióban. Akkor már nagyon forró lett, kiszaladtam a hidegbe. Itt a megoldás. Hoppá. Hoppá. Hoppácska. Építeni kellene neked egy olyan összecsukható alagutat a kocsig, mint ami a repülőtereken van, tudod? Folyosan. A repülőgép, akkor így összecsukódik. Igen. Felszállsz, visszahúzódik. Felszállsz a roverrel, műsor után, és akkor így visszahúzódni így az épületbe. Igen. Így a metalára vagy. Annyira fáradt voltam, hogy elindultam a lakásba, beültem a kocsiba, kiálltam a garázsba, és akkor jöttem rá, egy filmesztelen vagyok. Konkrétan. Felül olyan fura volt. Felül vagy alul. Felül, és mondom, olyan fura, mert olyan hideg a bőr. Meg kormány. Az egész... A kocsi nem bot kormányos. Igen, az egészen fura volt, mondom, van, nincs meg a komfort érzetem, és úgy tettem, vettem, néztem, tolattam, és közben rájöttem, hogy filmesztelen vagyok. Gondoltam, hogy most akkor már miért ne, de aztán puha voltam. Tehát visszamentem. Felöltöztél volna, de annyira jól néztél ki, hogy egy kicsit még nézted magad. És azt mondtad, álmos. Gyerekek, álmos, most vegyek fel erre valamit. Ennek még 2 percet adok. Igen. Sírgatod magad. Visszamenjek, nem menjek, de nem. Úgyhogy visszamentem, de mondom, ez már a fáradtság egy jele. Tehát 4 napja folyamatosan forgatok, ma még van 1 nap. De hogy ehhez már nagyon fáradtnak kell lenni. Mikor a kocsiba jössz rá, egy filmesztelen vagy. A 4-4-es mi lett volna, ha a lágymenyős idő jövök rá? Semmi, akkor most már bejössz, itt valamit adunk rá. Ha valamit kértem volna, valami fölsőt. Adjatok már valami fölsőt. Nálunk mindig van valami. De ez a 4-4-es kell, és mit érzel 4-4-kor? Nem tudom, mondom, szerintem ilyen férfi klímax. Aha. 4-4. Kapuzárási pánikot érzel? Az nincs. Nincsen? Az nincs, még nem de akarok kábriót, meg az úgy valahogy még elkerült. Tehát igen, 45-50, tehát arra még van egy kis idő. Az nem most jön, nem 35-es. Jön az hamarabb? Lehet. Igen? 45-50. Az ilyen az körül állítólag akkor jön, hát ezt majd ti fogjátok előbb megérezni, nem tudom. Mi már benne vagyunk. Már hát megy. Ha a kabrió az már izé, az kapuzárási, akkor én meg vagyok. Szóval nem tudom, ez egy ilyen változó kor, hogy mi ez, hogy 4-4-kor kelek hetek óta, és nem tudok visszaaludni. Az órát talán átárítod egy kicsit későbbre, akkor ez. Nálunk aludt az anyósom, bementem hozzá, megnéztem, hogy alszik-e. Mama. Ugye nem alszik? Most már nem, mondta az anyósom. Nem, bementem, mert rajta keresztül tudok bemenni egy másik szobába. De nézd meg az anyját, vedd el a lányát.
Gondoltam, hogy oda söndörödök mellé még egy kicsit. Csokolom. Bebújhatok egy kicsit. Annyira hideg van itt a szobában. Úgyhogy nem tudom, csak akkor tévéztem, meg sorozatokat néztem. És ma kellett volna aludnom, még 5 adást forgatok ma. Tehát, igen, úgy, és jó, már 4 napja nyomom. Már nem látok. Ma átvisz. Igen. Mint a bobbázó. Ezt már meg tud csinálni. Már másodszor jöttök vissza. Első alkalommal vagytok itt. Végig gyertétek, nem nyertek még egy forintot. Kétszer elvittétek a 2,5 millió. Nem, ezek nem ők voltak, soha nem nyertek. Mégis először vannak. Igen. Nem tudom, hogy mi nektek. Nincs ilyen? Amikor szól az óra, akkor? Én soha nem tudok felébredni. Tényleg? Semmire. Egy perccel előtte ébredek mindig, hogy megszólal az óra. Tényleg? Gyerekek, hetek óta 4-4-kor kelek. Mikor fekszel? 11. És hétvégén később. Is. Később kell, hogy át kéne ugrani ezt a 4-4-et valahogy. Aha. Tehát valahogy ezen át kéne lépni. Igen, mert akkor majd éjfélig fönn vagy, akkor csak nem kell fönn. Akkor nem, akkor valószínűleg nem. Valami, hát szerintem utána kéne nézni szakemberhez menni, és egy regressziós hipnózisba előhozni azt a korábbi élményt, mi történt kötődik a 4-4-kor. Mi történt 4-4-kor? Ez olyan, mint egy jó thrillernek a címe. Igen, tudom, mi történt 4-4-kor. Tudom, mit tettél 4-4-kor. Én tudom, mi történt. Igen. Tehát lehet, hogy ott van valami traumatikus élmény, igen, és ezért mindig fölriadok? 3-ból a 15-kor milyen traumatikus élmény élhetett? Rossz álmom volt, azt is tudom, hogy mi. Adóellenőrök kopogtak az ajtón. Hát ez nem rossz. Közben valaki fölhívott engem, aki adóellenőr, és mondta, hogy ismeri a banki átutalásaimat, és most nagyon-nagyon-nagyon durván rám fog szállni. Hát te beteg. És a következő pillanatban kopogtak az ajtón. És tudod, amikor fölébredsz, és nem tudod, hogy most tényleg áll valaki az ajtó előtt, vagy csak álmodtad? Ha lementél, kinyitottad, ott állt az adóellenőr. Becsapott az ajtó. Maga csak egy álom. Nem látott senki, csak annyira rossz volt. És gyorsan összekapkodtad azért előtte az utóbbi 5 évnek az összes banki átutalását, a minden papír. Itt van minden, csak hagyjanak békre, múltkor is voltam bent, akkor se találtak semmit. És aztán kiderült, hogy senki nem kopogott. És senki nem is hívott. De szörnyű volt. Mentetted az értékeidet a lakásból? Nem, de miért hívvöl telefonon? Nem tudom. De föl hogy tett karnyújtásnyira papírokat, az szerintem az legyen így fix. Tehát, hogy bármikor rácsög, az ott legyen. Gyerekek, könyvelőm az ott van. Nem lehet tudni. És mindig jöhet egy jó ellenőrzés. De hát életem egyébként ettől így nem félek, csak valahogy ezt így beleálmodtam. És aztán fölhívott és még zaklatott telefonon. Na és ekkor keltem föl 4-4-kor. Jó, mondjuk így megértem. És több hívás is volt? Több hívás is jött, igen. Mm-hmm. Figyelj, mondd azt neki, hogy... Már kinek, az álmomban? Igen, az álmodban. Mondd azt neki, hogy egy óra múlva hívjál vissza. Ötkor. Tényleg ugyanúgy el, állítok, ez működik, hogy így rákoncentrálsz, hogy a navos ember hívjon, de ha ötkor. Ötkor hív. Akkor már nem baj, ha fölkelek. Akkor már nem. Ötkor már milyen jó lenne, ötig tudnék aludni. Egyezünk. Igen, fizetek. Csak elhívjál 4-4-kor, bármit, csak ne, legalább ne egy adóellenőr zavarjon be az álmomba, akkor hívjam Aleska Diamond, nem? Vagy valaki? Igen, és mutasson egy spárgát, vagy a kollekcióból. Bárki. Ki van még? Hát régi nagyokat is. Michelle White. Igen, elfelejtettem ezeket a nagy neveket. Keveset tévézel, ilyen jellegű Michelle. Ezek húzó nevek voltak. Én nekem nagyon jó memóriám. De vagyok frissíteni is rendszeresen. Na mindjárt. Most fogok naplót vezetni, rájöttem, hogy mikor kellett. Az nagyon jó. Jó, videónaplót, vagy pedig... Nem, csak így fölírom, hogy ma 4.40, ma 4.15, ma 4.30. Csinálok egy ilyen. Egy hónap után megnézem, hogy hol vannak a traumatikus pontok. De minden egyes bejegyzés kezdődjön, hogyha egy kedves napló. Kedves napló, ma megint fölkeltem 4.4-kor. Nem bírom ezt, ne csináld velem. Miért kell fölkelnem 4.4-kor? Szóval fura. Kedves naplom, már ide sem írom, úgyis tudod, 4-4 van, vagy a rohadt. És figyeld meg, hogy hétvégén is föl fog kelni. Hát? Na az igazi beteg. Rossz, de az. Persze. Csak szúrd el a hétvégén. És akkor indul ez a jaj, vissza kell aludni. Jaj, de jó lenne, tudod. Jaj, ne csinálja már, hogy fönt vagyok. Egyre idegesebb vagy, egyre jobban forgolódsz, egyre jobban nem tudsz aludni. Már ha nézed a fényeket, hogy hajnalodik, akkor elkezdesz rá stresszelni, hogy kell a gyerek, tudod? És onnan kész. 8-ig ezzel el vagy. 8-kor fölkelsz, és tudod, hogy már csak 12 óra is aludhat. De ne üsd ezt, tehát így nem lehet neki menni a hétvégén, hogy úgy is fölébredek. Rá stresszelsz, és tényleg fel fogsz ébredni. De már mondom, ez van. De nincs ez. Engedd el. Hogy? Hát, hogy most így néz bele a hétvégébe, akkor biztos, hogy fel fogsz kelni. Jó, akkor most nem gondolok rá. Na, kész. Na, fel is vagy, kipihent. De mi van, ha mégis fel kell? Ne. Csináljuk azt, hogy kezdjük előre ezt a megszólalást. Mintha ez meg sem történt volna ez az egész. Mintha nem is beszélt volna, mintha nem is stresszelnél ezen a dolgon. Na, tessék, te vagy. Most kezdtük? Igen, most kezdtük. Most indulom meg, szóval. 6 óra 21 perc öreget kívánok, képzétek, 4-4-kor keltem. Arra az életbe. Hihetetlen, hogy ellen a dologra, hogy rá stresszeltél, nekem meg dezsavű érzésem. Képzétek, van valami, amit még nem mondtam el, és szörnyen ki vagyok, mert ez most már hónapok óta ismétlődik, és nem tudom, mi lehet az oka. Na mindegy.
Figyeljetek, én egy teljesen más dologra vagyok most rástresszelve, az talán egy picit stabilabb lábakon áll. Ez az XP dolog. Hogy ugye nekem az én számítógépemen egy ilyen operációs rendszer fut, biztos ismeritek is XP. Na most ennek a fejlesztését így megszüntették, gyakorlatilag leálltak vele, nem lesz semmiféle frissítési lehetőség a jövőben, mert a cég ugye úgy döntött, hogy hát köszönjük szépen, ebből ennyi elég volt, és hogy mondjuk a kisebbik baj az én rendszerem, mondjuk 3000 fotó van a gépemen, és ennyire nem örülnék, mint hogyha eltűnne, vagy ilyesmi, de mondjuk egy csomó olyan vállalat van, mely kisebb-nagyobb vállalkozás, ahol ugyanez az operációs rendszer fut a gépeken, ahol mondjuk nincs lehetőség arra, hogy egy komolyabb operációs rendszert felrakjanak, mert hogy a géppark egy picit már avítósabb. Ott azért ez egy elég masszív kiadás lesz. Viszont az XP még az Amiga előtt, vagy az Amiga után volt? Amiga 2000 után. Amiga 2000 után? A Commodore után, az Amiga és a Commodore között. És ugye ez egy elég stabil, jó kis rendszer. Én nagyon sokáig használtam. Windows? Igen. Még használtam is, meg használom is, csak hogy most már ilyen sebezhetővé vált állítólag a gépem. És egy picit félek tőle, hogy majd ott a hackerek majd ott kutogatnak a salgóvári képeim között. Hát meg ez az, tehát ismerve igen a gépet igen. tartalmát, attól nem félek, hogy a nagyon titkos dokumentumokat szednek le. De ott vannak a hármas úrás kérdés. Na ez az, igen. Hát már igen. 5000 darab, tehát hogy azért. Igen. Na de most komolyan, tehát hogy... Már hogy mi, mert hogy hát most építhetek egy új gépet, hát és csináltam, mert ugye régi gépet nem kell gépet építeni, le kell cserélni rajta a szoftver. De nem tudom lecserélni, mert ami stabil, megbízható, az már komolyabb rendszerigényt követel meg, érted? Hát vegyél egy jobbat. Na ezt mondtam az előbb, amikor Feri azt mondta, hogy hát nem. De nem kell jobbat venni, hát most egy Windows 4-et csak tud az vinni, nem? Hát van még olyan. Mondjuk ami gyerekeket, vagy egy 3.1-es. Ami ingoványos az ENSZ, tehát ehhez azért én viszonylag keveset tudok. Ezzel azért én nagyon susnyázva megyek. Elég sok embernek elrontottam most szerintem a reggelét az országban, mert beugrott nekik is, hogy nekik is ez problémát fog jelenteni az elkövetkezendő időkben. De nincs ilyen, hogy Windows 9 most valami, nem tudom. Nem, most 7-es van, azt hiszem a 8-es, vagy Windows 7-es, na, hát lecseréled egy Windows 7-re. Igen, de nem fut a gépem. Tudod, érted? Mi? De hát az XP az régi. Mert Commodore videókártya van, mert hogy Pentium 1.0-as chipset. Hát akkor venni kell egy chipset bele, és akkor már jobban. De vegyél egy gépet, hát most veszel egy gépet. Hát ez nem? Az, na jó, persze, de hát érted, az nem olcsó. Hát nézd na valami jó, leértékelést. Mindig nézem. Azért már nézd, csak azt nézi. Hát figyelj, ne újat vegyél, most vedd meg, mit tudom én, az, ami 2003-ban volt menő. És akkor mindig tartasz egy 10 éves. 2014-ben megveszed, mint 2004-ben, tehát tartasz egy ilyen 10 év távolságot a jelenkortól. Tehát még így is előrelépés. És nem? Még így is előrelépés az 1998-hoz képest még mindig előrelépsz. Hát ma már azért nem, az, ami viszi egy Windows 7-et, azért az már nem akkora dolog. Már nem akkora. Minek veszem még egyébként PC? Kell. Nagy rendes házzal, mindennel együtt olyat, hát vagy laptopról beszélünk. Igen, azért vettük az íróasztalokat, mit csinálunk az íróasztalon? Egy kiúszatos kisfiók van, mit csinálják azon egyek? De minek még neked egy ilyen lekötött, nagy házas ilyen én van? Miért vesz egy jó laptopot? A monitorral mit csinálja? Milyen monitor? Hát mert van hozzá egy monitor. Hát az nem színes, az már semmit ne csinál, az következő lomtanításnál tett ki. Hát azon már nincsenek színek se. Most jött eszembe, hogy tényleg az fekete-fehér. egy normális Commodore 64-es játékot nem fut már, mert érted, amiben színesbe jönnek, azokat már nem látod. Mit csinálna a monitorra? Adod a közlekedési múzeumnak, aztán valamit csak kezdenek vele. És a Matrix nyomtató? Hát, fene se tudja. Azt is, én kitenném, és szerveznék rá látogatást. Igazetes nem nyomtat. Csak azt mondom, így előre is fekete-fehér. És csak nem? Olyan papírt viszont, egyre nehezebb már a perforált oldalú papírt kapni hozzá. Figyelj, vegyél egy jó Mac-et, egy asztali gépet is megvagy. Tanuld meg kezelni, két nap alatt átállsz a Windowsról a Mac-re, tök jó, megbízható, nem nagyon vírus, csak ilyet használni. De meg kell, tehát minden csütörtökön beszéltek le a gyors éttermi dolgokról. Most meg. Vegyél egy jó meg. Én nem vennék már ez a lerakom ház, és még flopiról rakod be hármasugrás kérdését, vagy hogy rakod még? De hogy flopiról, kazettál, milyen flopiról. Az a flopi. Az érkezik, minden flopival a kezedbe, hogy mondom, betolod, hogy... Ezért nem alszik a virág, mert megy a... Igen. Kilo 50-ből összeraknak neked egy olyan gépet, amin azért fut mondjuk egy Windows valami. Most ha nem is egy Windows 7, de egy rosszabb rendszer azért már fut, tényleg. Tehát nem egy akkora beruházás. Csak a kilo 50-ből olyan Windows 7-es gépet kap, hogy öröm. Kilo 50-ből rakják össze, és 50-et keresnek rajta. Az mindegy, de neked kilo 50-ből. Nem, már is nekem egyik, ez nagyon jó. Egyébként mitől félsz, hogy mit visznek el? Tehát tényleg. Például a fotók. Nem is az, hogy elviszik, hanem ráraknak egy vírust. Egy kémprogramot? Igen, egy vírust, ami mondjuk a vírus arra indul be, hogy beütöm azt, hogy mit tudom én, érted, rondella. Aha.
a keresőbe. Tök érdekes. Nyomok egy entet, és tehát elindul. Aki a te képeidet akarja nézni, 5 perc után antidepresszánsokat szed. Rom, vár, növény. Nem érti. Nem érti. Hova keveredett? 5000 gép ugyanarról a téváról. Ugyanaz a vár télen, ugyanaz a vár ősszel, ugyanaz a vár esőben, ugyanaz a vár hóban, ugyanaz a vár óros esőben. Ugyanaz a ember áll, ugyanabban a melegítő fölsőben, minden. Nézd 10 évek később, hopp, ott most egy pipacs. Hasonlítsuk össze az előző képpel. Ott azon nem volt pipacs, hát persze, hogy nem, hiszen az egy 10 évvel ezelőtti kép. Tehát olyan, igen, olyan nagyon nem félnék. Ugyanott. Igen. Vagy akkor miért nem veszel egy külső Winchestert? Nem akarlak tanulni összezavarni, átmásolod az adataidat, a külső Winchester, és letörölsz mindent a gépről, és a külső Winchesteren pedig egyébként meg ráteszed, ha kellenek az adatok. Most ez még sok volt egyszer. Az a, igen, az a baj, mert most, hogy veszek egy külső Winchestert, akkor nyilván kell vennem egy külső koltot is, meg kell vennem ilyen Echo szekeret, meg Stetson kalapot, meg ilyeneket, nem? Igen, nagyon egyszerű, mert bedugod a pendrive-jukba, rámered, hogy mi all mentés, nem all delete, átmented az egészet, leveszed a külső Winchester, ezt szorsz Balinak. Ezt én is szeretném megkérdezni, hova dugod? A pendrive-jukba. Most olyan egyszerűen mondom, akkor bedugod a pendrive-ot, ott van egy lyuk, oda dugd be a külső vinyót. Akkor mit csinálok a dines csatlakozókkal? Hát az a baj, igen, neked még ilyen izékábeled van. Bedugod, lemented egy külső Winchesterre, nagyon bonyolult egyébként, tényleg kettő kattintás. Te fogsz egy kalapácsot és szétvered a gépedet. És megvagy. Igen, de soha többet nem tudom megnézni a képeket. És te bemész, ami leértékelés, és veszel egy 25 éve modernebb gépet, és még mindig lesz a jelenkor és köztet 15 év. De én ezt csinálnám. Tehát maga mögött égesek fel minden hidat azzal, hogy szétvered a gépet. Ne vidd el sehova, mert már nem veszik át. Tehát nem élnek azok az emberek, akik ismerték azt a gépet, hogy hogy kell kezelni. Ezért menj le, szólj Balinak, Bali elviszi, és veszel egy újat. Ennyi? Ennyi. Na? De tényleg asztalit vegyél, ne vegyél már ilyen hát, minek? Szereti, hát rá lehet tenni a kis növényeket a gépházra. Milyen a monitorod még, az a nagyon vastag? Az és igen, van hozzá egy ilyen ízim és papírom és Kandó Kálmán ajánlása. volt az a nagyon vastag, az a tintapatronos, hogy milyen nyomtató volt, tudod? Ami, ez a Matrix. Az, igen, ette a papírt, és mindig letéped a papír szélét. Először azt hittem rá, mert ezt is a 5 évek egy ilyen irodai leértékre sem vásároltam nyomtatót, és nagyon sokáig kerestem rajta a billentyűzetet, mert azt hittem írógép. Igen. És a lyukkártyákat hol csináltatod a géphez? Vannak, kis is sárgulnak már, azt is nagy tételben vásároltam, amikor a könyvtárt, ahol dolgoztam, megszüntették. Szóval ezt tenném. Külső vinyó, kalapács. Jó, de nem tudja, mivel leolvasnak külső vinyó. Fölismeri a gépet, ha beraksz egyet, hogy külső vinyó? Tudja, hogy mi az, hogy beledugtak valamit? Nem, ebből, amit elmondtál, egyedül a kalapácsot értem, mert hogy érted, a kalapács Bibi Józsi forever. De Zsül, nem? Mindörökké pokolgép. Nagyjából ezt tudom elképzelni. Zuzassuk már be, mint a Terminátor, és akkor kirakunk egy ilyen kezet, és csak egy kéz marad belőle. A floppy, hogy kinyomja, az megmarad a floppy, és összenyomjuk egy ilyen présgéppel. Hozd be, holnap szétverjük itt. Jó, de előtte kúszunk át a prés alatt, és üldözzük egymást. Üldözzük, és az egyikünk legyen derékban ketté szakadva. Igen, üldözzük szarakon. Na jó, van, hogy állunk játékkal? Tényleg mi volt tegnap? Nem voltam itt reggel. Ú, te életed legszebb játékáról maradtál. Na! János mondta, hogy ő szeretne játszani. Tényleg kipihenve Szabiról. Kipihenve, így van. Ezért aztán jött az első kérdés Janitól, ugye te kérdeztél először, amire a hallgató nem nagyon tudott válaszolni, mert nemmel kellett volna válaszolni, ezért csendben maradt. Jánosunk pedig érdeklődve megkérdezte, hogy igen. Így kiestél a gyakorlatból, nem? Nagyon jó volt. Igen, de most, most megint beduratottam egyet, de visszahozom, nagyon szívesen játszok ma is. És kell ezt erőltetni ennyire? Szerinted nem akarod átadni valakinek? Nem, csak hogy hívják, akartam lenni, hogy produktív. És akkor most hogy állunk? Mert hogy hétfőn nem játszottunk, kedden még Jani nem volt. Kedden te, ha visszaült lóról, adtál egy döfést, az egy pont, tegnap Jani veszített, egy-egy. Tényleg nem voltál itt, visszaültem a lóra. Mondta egyébként a Feri. Kettőször is, újra lovon vagyok. Meg vagyok. Úgy néz ki, visszaültem. Kettőször is, kettő nagy uram. Igen, kettő vezérem. Szóval már nem csak futószárazunk, most úgy néz ki, kimeltek lassan terepre egyet. Ez jó. De ez még csak a lovarda szint. Ez mondom, majd még futószárom vagyok, de ma ha nyerek, vagy holnap elengednek. Nézzük meg, hogy mi lesz, ha kinyitja Feri a nagy kaput. Feri is kimész terepre. A hajnalba. Igen. Na jó, van, lehet jelentkezni játékra, hát mindenkinek megvan a gyenge pontja, úgyhogy döntsetek, kivel szeretnétek játszani. Írjátok meg, mi pedig jövünk a hírek után. 3:47 múlt 5 percet. Hello mindenkinek, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Hello, tudjátok, hogy készült ez a dal? Tudtok erről valamit? Mondok nektek valami belentek olyat? Belentek emberek a stúdióba és följátszották, mert akkor még így csinálták, nem géptel. Igen? Szerintem ez lehet. Tudsz, még hát ennél is jobbad van? Akkor. Mondok valami nagyon durát erről a dalról.
Mutasd meg a dobnak az elejét, még egyszer, ahogy indul a dal. Figyelj, olyan sztorim van erről, megőrülök. Na, figyelj, leteszed figyelj, a hajad, még te is. Csak ezt. Tudod, hogy hozták létre ezt a hangzást? Egy dob kellett hozzá, és nem. Ja? Nem, megőrülsz. Hallgass meg, hogy szól még egyszer, figyelj. Na, igen. Mitől szól így ez a dob? Nem fogod megmondani soha. A pergőtől? Nem. Ja. Michael Jackson és Quincy Jones kitalálták, és ez tök komoly, hogy... Kéne egy jó szám. Hogy lehet ezt a dobhangot megcsinálni? És elmentek a Walmartba, és vettek egy csokoládét. És a csokoládének a papírjával kitömték a lábnak a dobját, és ez a sercegő, kicsit ilyen érces hang, ez azért van, mert egy csokoládé papírral tömte Quincy Jones és Michael Jackson a dobot. Figyeld, hallgass meg, hogy nem úgy szól, mint egy sima lábdob. Serceg. És azért serceg, mert ki van tömve csokoládé papírral, és hogy ütötték. Tessék? Ez nem egy rumba tök benne. Nem. Milyen durva, nem? Biztos, hogy Quincy Jones szedte meg a csokit. Tudtad ezt? Ők ketten írták ezt a dalt egyébként. Mondjuk én biztos vagyok benne, ahogy egy 80-as évben rengeteg ilyen magyar stúdió volt, ahol, ha nem is direkt, igen. Azért volt mindenféle van a lábban. Michael Jackson írta, inkább beleírta Quincy Jones is, és ketten dolgoztak ezen, és egy hét után jöttek rá erre a hangzásra, hogy ezt hogy lehet előállítani. És így állították elő a Walmartból szerzett csokoládépapírra. Magát a dobhangot, mert ez nem egy sima lábdob. Más csokoládépapír nem lett volna. Már nem, képzeld, hogy találtak valamilyen csokoládét, ami egy olyan papírba van becsomagolva, amit ha kibérelték ezt a dobot, vagy rátették a tetére, nem tudom, ezt a hangot adta. És így jött létre ez a hang. Tehát húrva. Ugye? Leteszed a hajad, mi? Aha, tesó, most megvagy. Mondjuk nem ettől az örgéstől dúdolható annyira megmarad meg az ember. De mégis, hogy nem tudod ezt a hangot létrehozni. Én imádom egyébként a sufni tuning történeteket. Az egyik haveron például, vagy egyik haveronnak a bátyja hangfalakat épített. És vettem tőle hangfalakat, és soha nem értettem, hogy miért szólnak olyan marha jól. Aztán egyszer kibontottam, és rájöttem, hogy azért, mert belülről a nagyanyjának a szőnyegével volt leszigetelve. Tényleg, szétvágta a perzsa szőnyeget, és azzal szigetelte belülről. Hangszigetelte a dobozokat. Úgy szólt, mint az állat. Igen. Irgalmatlan jó volt. Ezek nagy trükkök egyébként. Összerakta az Ezer Mester magazinból. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Hello, Zoli, jó reggel. Jó reggel, sziasztok, Zoli vagyok, Tatabányáról. Zoli Tatabányáról, Zoli. Kivel szeretné játszani? Ferire. Jó, hogy? Feri játékszűz, ugye? Jól mondom? Én tudom, pont azért. Hogy? Pont azért. Hogy? De itt van az ember, aki visszaült nem a lóra. Érdekes. Itt gyerekek. Van a srác, aki... Aki bedurantott a minden idők legrövidebb igényét. De jó, nem minden volt ennél volt rövidebb? Volt. Az egy kérdést föltett a Jani. Volt egy kérdés? Na jól van. Oké, bele is vágunk, jó? Jó. Na figyelj, Zoli. Jani? 3, 2, 1, fire! Képzeld, Zoli, voltam Tatabányán. És mikor volt? Pár hónappal ezelőtt. Egy új művelődési központ nyílt. Voltál már? Természetesen. És tetszett a környék? Természetesen mi? Hát a környék például. Az igen, gyönyörű. Oh, Feri! Ez sem volt rossz, Feri, az én is. De legalább a második körig elmentünk. Igen. Azt a mindeni. Szép volt, Zoli? Úgy, de jó, de örülök neki. Soha nem nyertem még. Hát nem volt benne, hogy nyersz, mert ha nem nyertél volna, akkor súroltad a passzivitás határát, de nincs miről beszélni. Nem lettem volna passzív. Nem passzív, nem csak majdnem passzív. Vártam még, hogy valamit bedurancsál, de nem kellett, mert Feri zárt a sorokat. Én gyorsan megcsináltam. Ez így is jó. Zoli, megvan az ajándékcsomagod, és ezzel 2-1-re kerekítettük a hetet, ami nem túl jó hír nekünk, de neked igen. Igen, az biztos. Jó, Zoli, küldjük neked, ügyes voltál. Jó, rendben, köszönöm szépen. Köszi a játékot, ciao. Sziasztok. Szevasz. Klasszik, ahogy kell. Ennyi gyerek, Feri, ahogy kell. Mit húzzuk, halasszuk. Jött, mondtad, kim volt. Nem mondom. Ezt így kell csinálni. De tudod nagyon jó, hogy on for all, all for one, tehát neked is holnap ezt el kell veszítened, hogy akkor mind a hárman iszonyat lúzerek legyünk ezen a hét. Nekem elveszteni egy ilyen játékot, az már egyáltalán nem nehéz, mert úgy vesztek hetek óta, mint hallod? A húzat, tehát hogy egyáltalán nem megerőltető. Jó, tehát 2-1 oda? Kicsit megkopott a fényünk, nem tudom, hogy érzitek el. Nem, én ezt úgy értékelem, hogy nagy span a Feri.
jön velem, figyelj, visszajött az új fiú a pihenésbe, hallod, tökre látszott rajta, hogy rosszul esik, hogy így bántotok, és akkor így jött utána. Legyen az, aminek lennie kell holnap, de jövőtől szívjuk már fel magunkat kicsit, tényleg. Tehát ez most már kezdünk önmagunk paródiája lenni. De akkor aludjál 4-5-ig. Ha föl kellek is játszom, 4-4-től edzeni fogok 5 óráig. 4 perc, pontosan 7 óra. Várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. 7 óra, mond pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk, drága hallgatók, tele vagyunk közlekedési hírekkel, meg rengeteg hozzászólás, ami hírekhez jött, meg ugye még az előző órában történtekhez. Nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondta, hogy a lenti felől jövőket mérik egy kék Skoda kombi Fábiából, ezt Matyi üzente nekünk. Az M5-ös autópályán egy barna bőrű, micsoda, Szentendre, Jézus Isten, ezt nem is tudom elolvasni. Ha, engedd el. Ezt lehetetlen úgy van megírva. 31-es úton mennén több kilométeres sor közműépítés miatt üzeni János. Trafiznak az első kerületben az Attila úton, a teniszpálya után, ezt Csabi küldte nekünk. Trafi az M5-ös 109-es kilométerénél Szeged felé, és az M3-asnál Nyíregyháza felé a 193-as kilométernél is üzeni nekünk Zalán. Török kamion még mindig ott van az árokban, ami kedden borult fel, csak még nem emelték ki. Miért? Kérdezi valaki. Ez az M5-ös 75-ös kilométerénél van. Hát ha már az árokban van, ott nem zavar senkit, nem? Nem. Egyedül a sofőrt és a tulajdonost. A tulajt igen. A fuvarozó cégnek a tulajdonosát nyilván, de... Hát hazavarja. Hazavar. Egy pár hónap ezelőtt olvastam egy hírt egy olyan kamionról, amit ott hagytak egy kis településen, egy ilyen kis motel előtt, azt ott is hagyták. Elmentek, kijelentkezett a sofőr, azt hazament, azt hiszem Romániába. Vigyalog, a kamion meg ott hagyta. És azóta ott áll. Az utcán. Benya vagy mit? Azt se tudják. Csak egyszerűen ott hagyta és hazament. És a kamion azóta ott áll az utcán. És végén innen is jelentkezik senki? Nem. Aha. Hát mit tudsz csinálni, ha árokba borulsz egy kamionnal? Hát itt, úgy semmit. Semmit, nem? Az nyilván másik eset, hát ott tudod, mentőt hívni. Oldalra dőlsz, hogy egyenesbe legyen. Igen, és így állsz, és várod, hogy mentsenek. Hát az mondjuk, az kemény az utcára rakni és ott hagyni. És ott hagyták. És egy olyan kis településről van szó, ahol talán kis túlzással a fő utcán kívül nincs is semmi más. Úgyhogy most már megszoktál. Már ott van. Lassan már virágládákat az oldalára. Befutja a repkény. Igen. Na nézzük még, mit írnak a hallgatók. Azt mondja, hogy mondjátok már meg, miért van az, hogy ahányszor munkás ruhában bemegyek egy boltba, úgy néznek rám, mint aki lopni akar, vagy hogy rühes. Ismerem az érzést, megértelek tökéletesen. Már többször is volt ilyen eset, írja nekünk István. Hát ez egy ilyen költői kérdés, igen. Uh-huh. Én amikor ilyen kis kék benzinkutas kezeslábasban megyek be bármelyik hipermarketbe, akkor mindig látom, hogy ez követ a biztonsági őr. Mi? Hogy ez még így van, hogy te jársz, mert hogy régen, amikor simán van. Mondjuk költöztető volt, akkor igen, megértem. Akkor azért volt. De most már nincs. Igen, azért de most van, már nem is. Fölveszi, nosztalgia. Mi mit gondolta Feri, hogy mindenhova Sergio Tacini-be megyek? Olyan pont van, hogy nem teljesen ez, de nem mondanom, hogy kék kertészgatjában nem járkálsz egyébként. Tehát, hogy előszokott fordulni. Kék kertésznadrágban. Van nekem olyanom. Na de föl is veszed. Ha mikor veszed egy kék kertésznadrágot? Automosáshoz. Há, van. De bemész vele az obiba vagy a praktikára. Most basszus, holnap csinálok egy képet. Nem, hazamegyek ma, fölveszem a kertésznadrágot és megmutatom, hogy igenis ott van. A polcon az összes többi cuccom. Nem minden tréfám, amit mondok. És használod is? Sajnos. Igen? Be is mész vele valahova? Vagy így föl is veszed utcára? Nem, csak a kapuig megyek ki, minteket a postásnak, ezt viszont igen, a kisvakon nadrágja, igen. D-vitamin a hírekbe? Hozzá netről rendelhető kolosszális átverés D3 krém, írja nekünk egy hallgató, napfényvitamin. Korrekt infók a honlapon ugyanazzal a dizájnnel rendelhető tubus 6045 forintért. Sima ápolókrém, megkérdeztem a patikában, semmi köze a D-vitaminhoz. 500 forintért hasonló készítményt lehet kapni. Lehet, hogy jobban behívódik a szerve. Ha bekened magad, nem? Ja, igen. A biztos, hogy az. De minek lesz az ember ilyet, amikor lehet kapni külön D-vitamin? Mert nem szereti szedni, orálisan nem szereti, ha bogyókat dobál be a szájába, bekeni magát, és már a bőrön keresztül megy. Meg a nap is a bőrön keresztül megy beléd a D-vitamin. Hát nem a szádba süt. Az eszem, ez a nem a szádba süt. Ezért kell enni. De D-vitamin és krém tényleg, hát annak sok értelme nincs. Nyilván valami minimális dolgot tartalmaz, de sokat nem. Bari, tudtad, hogy a sajtburgerben igazi sajt van? Kérdezi valaki. Ez mire vonatkozik? Én próbálom ezeket az SMS-eket ma reggel megfejteni, de nem tudtam még összehangolódni velük valahogy, hogy különböző témában írnak nekünk. Mi az, hogy a sajtburgerben igazi sajt van? Ez mi? Hát... De... Ez tény. De hogy melyikben? Most...
most tőlünk várod tényleg, de viszel, most kézzel fogtam mind a kettőket, és abba a homályba, amiben te vagy, abba bevittél minket, és én nem tudom. Tehát, hogy én azért bízom benne, hogy a sajtburger általában igazi sajt van. Na, ugye, hogy nem egyszerű ezekkel megbírkozni? Nem. Hogy tudom az SMS-t az előző oldalra rakni? Mert még akarok egy SMS-t olvasni. Minden nap jön nekem valami, és szerintem el fognak rabolni. Állíts be oldalon 2000-re. Fönt. Uh-huh. Minden nap ír valaki, és kicsit meg vagyok ijedve, meg akarom ezt nektek mutatni. Fenyegető? Nem, bolond. Ja, és ez sokkal rosszabb. De az is egyfajta fenyegetés, mert lehet, hogy előbb-utóbb megjelenik itt a recepción. De ez sokkal rosszabb. Én akkor mindig azt szoktam mondani, hogy Feri mindjárt jön. Ezt tudom. Én is mindig ugyanezt mondom, de rád. A Jani meg tudja oldani. Ú, kitelepülés lesz megint, gyerekek. Végre megint mondhatjuk azt, hogy ajándék nálunk. Hát az csak a Jani. Csak a Jani, ne haragudj. Gyerekek, minden reggel ír nekem valamit, és én azt érzem, hogy ő a kaszás. De értelmetlen, ugye? Egy kicsit. Teljesen, és az előbb itt volt, emlékszel rá? És minden reggel jön valami, és fenyeget, követel, mással kever össze, miért mentem oda, miért nem csöngettem be hozzá, ha már ott voltam az utcájában, miért nem szóltam neki, hogy én ott vagyok. Mondjuk ez tényleg szemétség, hogy elmész az utcájába és nem csöngetsz fel. Ez mondjuk valóban rohadék dolog. Még meg is mutatod magad. Kérem, hogy ilyen az SMS-t, hogy ilyen antiszociális mostanában. Hat után jött valamikor, és szerintem, ha nem jövök be egyik reggel, akkor ő az első nyom, amin el tudtok indulni. Aha, tehát derítsük ki, hogy melyik ez az utca. Te tudod, melyik ez az utca, amiben voltál? Nem mentem el senki előtt. Illetve hát sok utcán elmentem. Nem hiszem, hogy nincs meg. Kitörölted? Megvan? Már Juli megküldte. Nem ez, Juli, nem ez. Nem. Értelmetlen, és meg akar ölni. Várjál, megnézem. Ha minden reggel jön valami. 58, de most csak ennyit írt, hogy kétoldali munka, undor, két hét táppénz. Nem? Ne, ez ők összefüggő mondat, nem? Ez mondjuk igaz. Dehogy is, nem volt valami reggel. És mindig nagy betűvel ír. Nagy betűvel írja a fenyeget, és valami rosszat akar velem csinálni, és összefüggéstelen, amit ír, de mindig belekever a saját sztoriába. Valahol az álom és a valóság között félúton én beakadtam neki, és minden reggel jön valami. Egyre jobban félek, nincs meg? Kitöröltük, hogy mi lett vele? Vagy lehet, hogy elküldte és visszaszívta? Megnézem a Balázsnak jött fenyegető SMS-ek mappába. Lehet, hogy már oda mentett. Aha. Figyelj. Várj, azt írja, ez már a második SMS-e, szerintem ez az. Még mindig nem vagyok megsértődve a történtek miatt, inkább ékezettel írok, nagyon szép hetet és nagyon szép napot, de ez még mindig nem az. Ez még mindig nem az, Juli. Nem. Történtek miatt. Lehet, hogy elküldesz egy SMS-t, majd visszaszívod? Nem. Ilyen nincs, ugye? Nem. E-maillel lehet csinálni, de már szerintem azt sem, de azt régen lehetett, de SMS-t nem tudsz visszaszívni. Emlékeztek a régi gyorsan lekapható hátuljú ilyen Nokiákra, igen, meg ilyenekre? Igen. Ott az volt, hogy rányomtál az SMS-re. Jaj, mégse! Akkor gyorsan levetted az aksit. Hát ha nem küldi el. De akkor már elküldte. Akkor már nem nagyon tudtál mit csinálni. Na mindegy, jó, nem találom most. Hát, hogy elküldte, meg ijesztett, és valahogy visszaszedte a gépről. Vagy már itt van bent, és letörölte. Ja, már ő maga bejött. Bár ő maga bejött. Kell az asztalot. Nem, nincs meg, Lac, ugye nincs meg. Jó, mindegy. Ha holnap nem jövök, akkor őra voltál. Minden reggel ír valamit. Jó, de hol keressünk? Legalább annyit mondjál nem, meg. Nem, szerintem ott lekik, ahol én. Háros melyik részén. Igen, valaki téged nagyon szeret, és rákerestem egy számra, hogy hívják, hogy folyamatosan biztat téged, folyamatosan is tápol, ha elveszíted a játékot, akar jelzi, hogy semmi gond, majd lesz ez jobb is, azért klassz volt a legközelebb levered, fel a fejjel, Balázs, szép napot neked is, Balázs, tök, hogy felcsatlakoztál a műsorra, a klasszak a számok, jó a műsor, jó vagy Balázs, köszönjük neked is, klassz délután, igen, Balázs, klassz voltál, de nem passzív, nem voltál passzív, klassz volt, szurkoltam. Jézus. De ő kedves, pedig nem zakkant SMS, mindjárt megsértődöm, sziasztok. De nem, ő kedves. Nem mondom, hogy nem, ez túl összefüggő. Bejöttem reggel 6 órakor. Tőle is egy picit félnék azért. De ő de helyes, ő megtalál, ő simogatni fogja a hajadat majd, amikor ülsz az ölébe. Igen, és mesztelenül ülök az ölébe, és babáznom kell. Nem, minden holnap akkor figyelni fog rá. Minden reggel bejövök, és van valamilyen nagyon durva, de látom rajta, hogy zavarodott. Tehát látom, hogy paranoid skizofrén, az, aki tudod, megvár a rádió előtt, és ha nem lehetsz az övé, inkább megöl. Tehát egy tényleg egy Chapman. De aki... volt már olyan, hogy kimentél az autóhoz, hogy valami megzőrend mellett előkaptad a bankkártyát, és azt mondtad, hogy mondom a pikotot, és csak hagyjál! Vagy valami. Tehát nem volt már ilyen. Lehet egyébként, hogy a fél négyes megriadásod is erre vezethető vissza. Hogy érzem? Aha. Igen. Hogy fenyegetettséget érzel. Lehet. Mit tudunk róla? Milyen Chapman volt, aki lelőtt a John Lennon? Mark David. Mark igen. David Chapman. Mark Chapman, ugye? Mark David azt mondja. Igen. Ugye? Nem? Mark Chapman volt, igen. Aha. Jó, mindegy, ránézünk.
Chapman volt. Az Chapman. Hogy igen, Mark David Chapman, igen, ő. Aha. Chapman. Jó, jó, én csak a Chapman emlékszem. Igen. De nem mi lehet, hogy miatt egy Dakota házal. Tehát, hogy attól félsz, hogy a parkolóban valaki odalép egy szigorúan bizalmas könyvvel, hogy dedikáld, és utána pedig lefújgázzal, megerőszakol, megint lefújgázzal. Nem, csak hogy elrabol. Aha. Hát ezért kellek tényleg mindig 4-4-kor. Aha, mert lehet. Tudom, hogy közeledik az idő, és hogy tudod, hogy ha nem lehetek Balázs, te se legyél Balázs. És elrabol. És ő lesz az én Chapmanem. Figyelj, csináljuk azt, hogy nincs mindig... meg, nincs, jó, mindig. Minden reggel beolvasok majd tőle, és most meglátjátok, hogy nem puszta fenyegetésről van szó, valaki kiszúrt magának. De nem akárhogy. Nem akárhogy. És ha valaki normális összetett mondatokban fenyeget, az nem érdekel, de ha valaki úgy fenyeget, hogy érzem, hogy nem százas, az a veszélyes. Figyelj, arra kell odafigyelni. Most minden egyes műsor után, pontosan az értekezlet után, kikísérünk az autóhoz, jó? Figyelünk jobbra, figyelünk balra. Én átnézem az autót, mindez egész zugát, hogy nincs ebben valaki, alá kúszok, addig Feri természetesen kiül pásztáz, és megvárjuk, beszállsz a kocsiba, bezárod belülről, és csak úgy indulsz el, jó? Mutatsz egy okét, és akkor elindulhatsz. Uh-huh. Azért, ha meg lenne a szám, most fölhívnám. Tehát semmit nem tudunk róla? Nem talál, nem, gyerekek, itt volt reggel egy SMS, és nem találom, most fölhívnám. Hogy akkor most mondja meg élő adásba, hogy mi baja van. Mondja, essünk túl rajta, mondja. Tegnapra vissza kell állítani a gépet. Lehet, hogy tegnap itt néztem, lehet. Nem? Vagy tegnap este a Jenőhöz írt, hogy akkor ott már engem akar elkapni. Igen. Ha megvan a szemmel, ide kezdtem a telefont, fölhívjuk? Aha, Jenőt hallgatja? Lehet, csak úgy kérdezem. Nem úgy, hogy már a Jenőnél szólt, hogy Balázs ja, elkaplak. És mindig ledermedek, mert ilyen nagyon zavaros az SMS. És rám haragszik valamiért, hogy neki miért az a helyzete, ami miért álmodik olyat, erről én tehetek egyébként, és miért nem szállok már ki az ő életéből. Uh-huh. Érted ezt, hogy hova kezdünk eljutni? Miért nem szállok ki az ő életéből? Mert mondjuk tényleg szemétség, hogy megáll vagy. Ez egy nagyon rohadék dolog. Igen. Bekapcsolja a tévét, ott vagy. Újság, ott vagy. Nem? Hát egy idegesítő. Sok. Nem, megkeresünk, meg fogjuk találni szerintem. Mindenképpen beírjon majd a keresőbe ide a kulcsszavakat. A harag, megöllek, gyűlöllek, elkaplak, kinyírlak, tudod, megerőszakolok. Van az a paranoid skizofrén, aki azt hiszi, hogy te beszélsz hozzá. Nekem nem egy olyan néző meg hallgatom volt, aki azért nem szeretett, mert mindig azt gondolta, hogy én hozzá beszélek. Mm-hmm. És ő azt hitte, hogy én neki üzenek a tévében. Kifele kacsingatsz, üzengetsz a tévén keresztül. És ő egyszer odajött hozzám valahol, és elmondta, hogy hagyjam abba, hogy én hozzá beszélek. És mondom, érted, figyelj, ugye? Én egy csőbe beszélek. Hidd el, én egy csőbe beszélek. Hogy hagyjam abba, hogy én nem is tudom a szép a kód, vagy a vágóval, vagy a Balázs, vagy nem tudom. Hagyjam abba, hogy én üzengetek neki. Mm-hmm. Hagyjam abba, mert ha berágannak, nem lesz jó vége. És fölírogatta egy papírra, hogy én mikor mit üzentem neki. És így fölolvasgatta nekem. És így álltam, tudod, egy kis szatyorral a kezembe, éppen mentem valahol bevásárolni. Nem, ez én vagyok. Igen, és mondta, hogy hagyjam abba. És ha nem hagyom abba az üzengetést neki, akkor ennek rossz vége lesz. És mondtam, hogy figyelj, érzed már, hogy sugárzik a mosópor? Vagy van már valami, hogy figyelnek téged valonnan? És fixa ideája volt, hogy amit én mondok, neki mondom. Tehát, hogy én most hozzábeszélek, mondok valamit arról, de hogy... De jó estét hogy, kívánok, az is. Igen, hogy dagadt. És én, hogy én ezt most konkrétan neki mondom. Vagy az, hogy ronda, vagy hogy valaki sovány. Érted? És hosszú hónapokon keresztül még a Balázsóba tapsolt. Tehát eljött utána Balázsóba tapsolni. Ja. Tehát az volt, aki tudod rajongom, hogy Robert De Niro, hogy közel férkőzött. Az kellemetlen. Már ott volt bent a stúdióban. És ott is zaklatott, és ki kellett tenni. Tehát el kellett onnan távítani, mert oda is jött az adásba, hogy ezt miért mondtam neki. De mondom, a hátam mögött ültél, hogy mondhattam volna. És ez milyen kellemetlen, amikor benne vagy éppen valami kis sztoriba, egy jó sikerült mondat után elégedetten körbenézel, egy elégedett mosolyal az arcod, és egyszer csak kiszorod a harmadik sorban, ahogy ott tapsol, és nézd mellette ilyet. És abban a pillanatban lefagy. Volt ilyen, hogy bementem, megnéztem, hogy ki a tapsoltató, ki a bemelegítő, igen, harmadik sor, és láttam, hogy ott ül. És így ült. És nézett. És nyúl be a kabátja alá. Most fog. Le fog lőni. Igen, és akkor már túl voltunk. Vagy lelő. Túl voltunk egy csomó olyan beszélgetésen, hogy hagyjam abba. És mindig a Balázsóban, ugye voltak ilyen párkapcsolati megfejtések, amikor elmondtam, hogy Géza, engedd el Józsit, mondjuk az nem. Géza, engedd el Katit, mert Kati már nem szeret, gyere rá, hogy ez az egész rólad szól. És leírta ezeket. Jobban váljatok el, mert már unom. Igen, hagyjátok, hogy csináljátok, hogy akkor úgyse csináljátok azt, amit mondok, tök mindegy. És leírogatta ezeket a kis jó tanácsokat a műsor végén, és azt mondta, hogy én ne üzengessem neki ezeket. Nekem semmi közöm az ő kapcsolatához. Na, az ilyen típus tud elrabolni. Tehát az ilyen típus fog egyszer odajönni hozzád, és azt mondja, hogy le akarja vágni a füledet, mert valami olyat szóltál be neki, érted?
nagyon sokan gondolják, hogy neki mondod azt, amit mondasz. De bent a stúdióban jelelt is, tehát hogy kézzel mutatta, hogy ezért, hogy figyellek téged. Tudod, még vagy fültől fülig mutatott a hüvelykujjával. Ilyen sose volt, az volt, hogy ugye volt egy lépcső a Balázsóba, a bal oldalon ült és a jobb oldalon ült a közönség, és én amikor beköszöntem, akkor lementem a lépcsőn, és beálltam a második sorba. És mindig úgy próbált ülni, hogy a sorba mögöttem üljön. És közben bidizgált a mindig oda, mindig oda, nem, soha nem nyúlt hozzám, mindig oda ültette magát. Tehát mindig oda ültette magát, hogy ő ott üljön mögöttem. De nem volt, hogy nyomkodott vagy hozzám, mert csak mindig mögöttem ült. Mert nézni szeretett. És hátra nézem, tudod, és mindenki nevetett, tapsolt, hátra nézem. Csak ő nem. És egy ilyen arc így ült, és így nézett. És mondom, úristen, biztos, hogy meg fog ölni. Biztos vagyok benne. Szóval nagyon kemény. Na, őt akarom megtalálni. Lehet, hogy ez ő. Simán lehet. Majd kérdezi valaki, most nekem beszélsz? Most megint nekem beszélsz, ugye megint üzengetsz. Ki a dagadt köcsög? Hát... Igen. Ugye? Ugye, hogy nem könnyű? És nem tudod, hogy mi lehetett az oka. Lehet, hogy odaálltál, volt egy parkolóhely, megint mit üzengetsz? Lendületesen beálltál oda. Igen. És valami, tehát ő nem tudott beállni, és ez így megmaradt benne. Vagy nem dedikáltad neki a könyvet. Te voltál az utolsó, aki odavitte a könyvet, ahogy hívják nál, a zíróolvasó találkozón. És nem dedikáltad neki. Ez is lehet egyébként, és ott valami... Ott igen, valami aztán lejárt az egy óra, szevasz. Egyszer volt nálunk egy lány, aki dolgozott gyakornokként. Na csak, hogy milyen esetek vannak? Oda jött gyakornok, és nagyon furán viselkedett, nagyon fura volt. Zavarosnak hívták. Ez volt a vezeték neve, nem mondom. Nagyon zavaros, nagyon akárki. Aha. És mindig be akart jönni, mindig azt éreztem, hogy valahogy ott van körülöttem. Figyeld a sztorit. Ez volt tavaly. És azt mondta, hogy ő azért lett gyakornok, és azért férkőzik a közelembe, mert tudja, hogy én kinéztem magamnak. Mert? Mert 2003-ban, amikor én a Normafán futottam, amikor a Normafán futottam, ő ült egy padon, és... Én futni is aláttalak, pedig ő ült egy padon 2003-ban, és tavaly volt gyakornok, vagy tavaly előtt, 2003-ban ült egy padon, és én ránéztem. És tudta, hogy ez örök szerelem? És ő az előző 10 évét annak szentelte, hogy ő a közelembe férkőzön, mert tudja, hogy én azért néztem rá. Húha. És mondta, hogy ő addig ebben nem nyugszik bele, amíg nem adok rá választ, megvárt a forgatás után, kint a lépcsőn, nem adok rá választ, hogy én miért néztem rá a Normafánál. Mit válaszoltál? És elkísért a kocsimig. De elmondtad neki az igazságot, hogy csak futás közben egyet pokisztál, kicsit megfeledkeztél magad, és gyorsan körbenéztél, hogy nem hallottál valaki. Te voltál ott a padon? Egy fültanú. Meg kell, hogy jöjjenek. Egy ortanú. Senki nem hallhatja. És elkísért a kocsimig, és azt mondta, hogy mondja meg, hogy miért néztem ott rá. Álltam is luszkulcsal a kezemben este 4-9-kor az RTL székház előtt, és mondtam neki, hogy figyelj ide. Azt kell szólni neki, hogy egy szerep. Én sajnálatom kezdve soha büdös életem. De tényleg, azért, mert azért. Ránéztem, és én hiszek az első látás a szerelem. Ránéztem a Normafánál 2003-ban, és ő 10 évig, mert ez tavaly volt, hogy tavaly előtt, még 9 évig azon dolgozott, akkor még fiatal lány volt, hogy valahogy úgy kapjon karriert, meg olyan iskolába menjen, hogy bekerüljön az RTL-be, az RTL-be olyan műsor, és gyakornok legyen mellettem, mert tudja, hogy én akkor azért néztem rá, és azóta neki ezt tudni kell, hogy én miért néztem. És most mondja meg, hogy miért néztem hát rá. Hát, hogy szereted, vagy igen, nem, hogy akkor most igen, vagy nem. Mondom, egyetlen ember szeretném, ha fölhívnál, Vikinek hívják, ő majd rendezi. Ja. Igen, nagyon gyorsan rendezi ezeket a dolgokat. Hogy mutassa be a feleségem? Megvárat, hogy megszülettél. Igen, soha többet nem akar, nem mész a Normafára sem. Visszaküzdenéd magad a szülőcsatorna. És újra azt kérdezte, hogy csak hadd így áll anyatejed, mert körülbelül abban a korban akarsz visszakerülni. És elmondtam neki, hogy figyelj, baba, de nyilván nem így. Mert ha így kezdted, akkor nagyon rosszabb tudom. Ennél is mész a raportra, kihez, igen, na most már mindjárt nekem is megszólal a telefonom. Figyelj, babám, mondtam neki. Képzeld el, számolt ki. Én utoljára Fekete Lacival beszélgettem. Nyilván nem, mondtam neki, figyelj, baba. Elmondtam neki, hogy ez... Tehát, hogy ez képtelenség. Egyrészt nem emlékszem rá, hát fogalmam nincs, hogy kire néztem, kettő, hogy tényleg csak rá néztem, de hogy volt még valami, hogy oda mosolyogtam, vissza dumáltunk, vagy kéne valamire emlékezne? És mondja, hogy nem, de tudja, hogy én akkor úgy néztem rá. Mert ő ismer engem, és tudja, hogy milyen, amikor úgy nézek. Ja, mert hogy már többször is néztél úgy. Igen. Finoman szóltam a stábba, hogy válasszuk le, mert el fog rabolni, igen. És életem végéig egy gödör alján kell babáznom. Majd. Most, de tudod, hogy ezzel követted el a legnagyobb igen. hibát? Nem, most eszembe jutott, hogy lehet, hogy ő. Volt egy másik lány is, mondja, elmondom. Ezzel követted el a legnagyobb hibát, hogy leválasztottad.
Most a rajongásból most lesz az, ha nem lehet így az enyém, megölöm. Tudod, ez a, ha nem az enyém, akkor senki ne legyen. Már kitették az RTL-től, már munkanélkül. Azt nem tudom, hogy már sem tudom. Nem így intézte, nem, mert ő korrekt. Nyilván azt mondta, hogy szerkesztem egy másik műsorban, egy induló műsorban, egy másik csatornán. Megadtam neki Hajdú Peti telefonszámát. Hív fölőd. Ő megoldás. És volt egy, elvette? Volt egy másik. Igen, és azot elvette, és kidőlt, hogy Katának hívják. De hogy is nem. Volt egy másik lány, azt te ismerted egyébként. Ő eljött tapsolni. Valahogy ezek mindig nálam lyukadnak. Ez, igen, mindig hozzád irányítom őket. Eljött tapsolni a Balázsóba. És nagyon fura volt, mindig ott volt. És már éreztem, hogy ő is. Ő vele valami van. Kifigyelte, hogy melyik az öltöző. Beszökött az öltözőmbe úgy, hogy leakasztotta a kulcsot, miközben én lent forgattam, följött a statiszta brigádból, végigment a biztonsági őrökön, beült az öltözőmbe, és akkor mentem be, benne volt a kulcs, ott mentem be. Mesztelenül. Nem, ott ült az öltözőbe. Tudod, mit csinált? Simogatta a ruháimat. És ott ült az én székemen, a saját öltözőmben. Simogatta a ruháimat, és azt mondta, hogy gyere Temetélt. Be, gyere be. Hát te? Mit csinálsz a Jani ruháim? És azt mondta, hogy gyere be. És mondom, figyelj, te normális, hogy mit csinálsz az öltözőmbe? És így állt, simogatta a ruháimat. Eldugtam az egyik nyakkendődet, talált ki, hol? Húzom. Simogatta a ruháimat, és azt mondta, hogy ő most simogatja, de amíg nem volt, amit végig szagolgatta az összeset. Szerintem össze is nyálaszta. Szóval, hogy azért érzed ezt? És a tarcsi alsód már rajtam van. Szedd le rólam szájjal. Érzed ezt? És ki kellett kísérni, ki kellett kísértetni. Ő aztán egyébként megvárt a rádió DJ stúdió előtt, ezt te tudod, mert néha te mentél ki elküldeni, néha Jani ment elküldeni, és az utolsó találkozásunknál hozott nekem egy gyűrűt, meg magának is, hogy én húzzam föl a kezére. Ő durva volt egyébként. Előtte egy kávé. Oké, meg lesz, gyere át Szentested, az így egy kávét előtte, nem? Emlékszel? Igen. És a kihalt elefántféléről szól, elnevezett bevásárlóközpontban volt ez, az egyik legeldugottabb, legsötétebb ilyen, nem még garázs, mert ott fönt van, a garázs részénél, és tudod, kimentél, és egy ilyen vasajton kellett kimenned. Kimentél, és vasajton így mögötted becsukodott, és abban a pillanatban csönd lett. És akkor bement, és hello! Itt vagyok. Messze álltam meg az autómmal. Vajon élve eljutok oda? És konkrétan ezt csinált állandó, hogy kiküldött. Fiam, mennyi már, kinézz már meg, hogy ott van. Én kimentem, és ott állt egy, és mit mondtál, egy szép neki? Szál, ilyen Brigitte felépítés. Ott állt, volt, ott hónapokig mellette, álltott. És akkor tudod így. És mondom, Jani, jól nézd meg, ha egyszer eltűnök, az ő személy leírását kell megadnod. És volt, hogy négy órát várt, és mondta, hogy itt a gyűrű, húzzam föl az ő ujjára. Arany volt legalább. És képzeld, ezek után, amikor mondtam, hogy ne léci, ne gyere, nem volt arany, ne gyere és ne, ezek után szökött be az öltözőbe, és ott ült. És szagolgatta a ruháimat. És nem volt egyszerű visszatartani. Igen. Egyéb leszel. Csimpaszkodtam a lábán emeleteken keresztül, miközben Bali padlóggázzal tépett ki, és amikor hallottam, hogy a Lövőház utcán így végig hasít. Tudod, sikító kerekekkel akkor engedtem csak el mindig a bal lábikráját. Szóval, hogy ezeket az SMS-eket mindig csekkolni kell, de nincs meg a szám, úgyhogy ez is gyanús, hogy ezt valaki törölte, vagy beépített embere van a stábban, ugye? Uh-huh. Tehát vagy valaki már tudja, hogy ki ő, és kitörölte az SMS-t, eltüntetve a nyomokat. Juli? Vagy, na szóval ezekre azért mondom, hogy oda kell figyelni, van egy-két rossz élményem. Balázs, a múltkor rám néztél, Béla. Tudom, hogy úgy néztél rám, elismerlek. Na jó, de azért jó csaj volt, kérdez egy másik hallgató. Már aki várt? Most a Zsizel, akiről az előbb Jani beszélt, ő nem, ugye? Nem. Hát és nem. Ő nem, ő a Baltás gyilkos. Aha. Volt. És aki most keresett meg? Akire ránéztem, a Normafán, arany kedves lány volt. Nem. Mi van? Pedig majdnem, már alig pislákolt a parázs a hamu alatt, és te ebben a pillanatban magas oktás számú benzint öntöttél rá, és belobbant. Ő csak ennyit hallott. Egyébként. Hallottam, mit mondott? Ott álljam újra. Na mindegy. Úgyhogy keressetek. Egyet kérek. Keressetek. Tehát ne legyen az, hogy Bali, na, gyere fel, ígyunk egy kávét. Egyet kérek, csak ne legyél nekrofil. Igen. Egyet kérek, drága hallgatók, tőletek is, keressetek. Jó? Elmondtam a nyomokat. Ezen egy rendőrség már el tud indulni. Már most ez mi ez a broker duma, hogy keresett? Nem a valutaváltáson, tehát nem így, hogy vegyél OTP-t, aztán add el 4500-ért, nem erre gondoltam, hanem, hogy engem. Keressetek.
Jaj, gyerekek, szép dolgok ezek. Na mindegy. Jól van. 8 után jön a mi Gáborunk, ugye? Igen. 7:30 után pedig mondjuk, hogy mi történik jövő szerdán, mert egy nagy morningsos repülőnapot szeretnénk mi tartani, ami hallgatóinak elsősorban megreptetni, megörvendeztetni őket, gyerekeknek örömet szerezni, felnőtteknek, időseknek. És Janinak. És Janinak. Tegnap már nézegettem fel videókat. Az Alfa Jetet? Persze. És? Megnéztem. Kezd sáfrányos lenni a bugyi? Biztató. Nem sáfrányos. Nem, nálam pont ellenkező, nálam fehéredi. Nekem alapból sáfrányos. Így van, szeretem fehéredni? A terepcuccokat. Szóval nagy nap lesz a jövő hét szerda a Morning Show életében, ami hallgatóink életében egy ilyen kis budapesti közönség találkozó. Ugye egy ilyen családi nap, én valahogy ezt látom magam előtt, hogy gyerekek ülnek a nyakakban. Kockás plédek, emberek fotózzák a repülőket, mi ott vagyunk, szól a műsor, piknik van, jó időközben néha áthúznak repülők a fejünk fölött, mindenki nyer egy csomó ajándékot, néha reptetjük a hallgatóinkat. Igen, lehet hallani a távolodó sikolyomat. Szedjetek le! Hogy, de hogy mi is ez pontosan, ugye tegnap 9 óra után mondtuk el, viszont most még elárulunk néhány részletet a hírek után, úgyhogy ezzel jövünk mindjárt, pontosan 3:48. 3:48 pontosan. Itt el mögötted. Hol a Jani? Őt raboltál. Tudod, az egész rajta csattant volna. Egyébként olyan tipikus lenne, hogy az egész történet, amiről az előbb beszéltünk, nagyon nagy. Az most a Janin csapódna le. Kimegy, elmenne WC-re, és tudod, úgy eltűnne, hogy soha többet nem találnánk meg. Soha többet. Téged nem tudtalak elvinni, de elkaptam a kis barátodat. Ide is, hogy hallgatok, most bőszítettétek fel, és Janin fog bosszút állni. Téged nem tudtalak, de elkaptam a kicsit. Itt van nálam. Amíg nem jössz, túsznak megtartom. Figyelj, itt volt kint a kocsinál, de biztosra kellett mennem, és keresnem kellett még egy gumit. Nagyon-nagyon jókat írnak. A hallgatók egyébként. Most feltépted a sebeket, nem baj, várlak a csomagtartóban. Szeretlek. Balázs, ez így kezdődik. Engem a Róna Jégon néz a tévéből, hogy vetkőzöm. Mari néni 68 éves. Én a Kaldenekkel Antiba voltam szerelmes, írja egy másik Istenem. Hallgató. Azt hittem, hogy a 40 királyt nekem teszi össze. Ha valami olyan zenétbe, azt gondoltam, hogy ez direkt miattam csinálja. Az mennyire kemény. És azt ír már meg még, hogy meggyógyultál-e. Valaki csak annyit mond, most megint mit üzenget? Igen. Miért teregetett ki a családi szennyes? Ne csináld, Balázs, pont most szállt ki egy férfi a hátam mögött a kocsiból, és adott egy csokit, hogy nekem hozta, nem is ismerem. Ugye, elindult, hogy mindenki zaklat mindenkit. 10 éve eltűnt a csajom, állítólag a normafánál van. És ott ül egy padon, és már muhás az egyik oldala. Balázs, tavaly összel a Rákóczival és a nejemmel kávéztam a büfében. Te akkor köszöntél nekem. Te nekem tetszem. Akarsz valamit? Ede. Nagyon érdekes mesek jönnek. Na jó van. Repülőnap jövő héten szerdám. Jó? Ez az, ami fontos, ez a nap rólatok szól. Azoknak szeretnénk örömet szerezni, akik szeretik a repülőket, úgy érzik, hogy a gyereket egy napra ki tudják venni, vagy egy fél napra, vagy egy délelőttre az iskolából, kicsit az óvodából. Szeretnének eljönni, belemászni, fölmászni különböző repülőgépekre, megnézni, hogy ezek a nagyobb gépek, bombázók és minden más átrepül a fejünk fölött. Jani repül Alfa Jettel majd. 900-zal, 1000-rel, 1100-zal tud csak ott majd úgy áthúzni a Budaörsi reptér felett. Kicsit megdolgozzuk. Mondjuk ha meglepődne a pilóta, hogy 1100-zal menne az Alfa Jet. A gyári adatok alapján ez 990 akár. Jó, hát no, most ha egy kicsit hagy túlozzak már, érted? Hát most kerekíten nem kell, hogy jobban szóljon. Hát most a 900 is úgy jó. Úgy sem éri senki. Ős igazad van, bár. Az összes felháborodott hangvitelű kézzel írott 3000-re. Kézzel írott levélre egyenként fogok én is kézzel írva válaszolni, aki megírja, Balázs, hogy nem 900-zal, mert csak 1000-re. Dezinformálta a hallgatók széles tömegeit akkor. Az összes a saját kézzel írott levélen válaszolok. Szóval, hogy szerdán egy ilyen kis repülőnapot tartunk, hogy ugye mi lesz ott, és mit lehet csinálni, nagyon sok mindent. Érdemes megnézni a programot, ugye különböző repülésekre lehet majd ott berevezni, megreptetjük a hallgatóinkat, a helyszínen választunk szerencsés hallgatókat, akik tudnak repülni majd a Besenyei Péterrel, ki tudják próbálni, hogy milyen a Mihelis Norbi mellé beülni egy vezetésre, mert ugye a másnapi rendezvényre is lehet majd különböző ajándékokat nyerni. Ott a helyszínen is ugye lehet majd repülni a szerencsésebbek, a kiválasztottak repülhetnek, családi repülés is bombázóval, ugye? Kis bombázó. Egy B-25-ösről van szó egyébként, egy amerikai bombázó repülőgépről. Az amerikai, akkor ezt a második világháborúra tervezték és gyártották, és ez nagyon nagy élmény mindenkinek, aki szereti ezt a militári vonalat. Nem tudod magad bedumálni oda is, legyen elég az Alfa. Nagyon nagy élmény mindenkinek, aki a militári vonalat csípi, mint én. Ugye a másnapi rendezvény az a május 1-e, és az Dunapart, Budapest.
és egy csomó mindent lehet ott is megnézni, de az összes gépet például, ami repül május 1-én, az kint lesz majd a Budaörsi reptéren, úgyhogy aki arra jár, az jöhet és megnézheti. Így van, ingyenes lesz a dolog, ott leszünk reggel, onnan szól a műsor, ugye ott készítjük a morning show-t, és jöhet bárki megnézni. Szerencsésebbek még ott ugye nyernek is dolgokat, közben kereket lehet cserélni, Mihalis Norbi mellé be lehet majd ülni, Talma mögé föl lehet ülni, Besenyei mögé fölültetünk majd valakit ajándékba, illetve zajlik ugye a Nevezd be a főnöködet játék, ami arról szól, hogy egy délelőtre megszabadítunk a főnököttől. morningshow@classfm.hu, ide kell írni. Egyrészt elérhetőséget, a ti elérhetőségeteket, annak az embernek, aki benevezi a főnökét, a főnök elérhetőségét. Hol vagytok, milyen munkahely, hányan vagytok, milyen a főnök, mit akartok tőle, és miért szabadítsunk meg benneteket. Aznap reggel szerdán majd felszáll egy helikopter, elmegy a főnökért, meg egy beosztottért, vagy alkalmazottért, aki elkísérheti. Aki följelent, vagy aki bemoszerolt a főnököt. Elhozzuk a főnököt helikopterrel oda a Budaörsi reptérre, és ott adunk neki egy idézőjelesen élményrepülést. Ez ugye inkább az alkalmazottaknak lesz élményrepülés, de nézd, ha vállalkozó szellemű a főnök, igen, akkor neki is. Beültetjük egy műrepülő világbajnok mögé, és ígéretek százait teljesítjük vele. Ha nem, akkor megadjuk a felszállási engedélyt, és végighallgatjátok, hogy mit csinál a főnök a levegőben. Nézd, kétféle csomag van, egyik a jó főnöknek, a másik a rossz, igen, főnöknek. Több, ha több jó főnök, akkor, akkor dögös stewardessek repülnek majd elért a helikopterrel, hogyha nem, akkor tekesek, és majd természetesen a Besenyei Péter is olyan szinten fogja megreptetni, amit ő megérdemel. Igen. Nem a Besenyeivel repül, a Besenyei majd máskor repül, de egy műrepülő világbajnokkal repül. De mi ezt mondjuk majd neki, hogy vele fogja valójában, nem? A Besenyei túl jó szívű egy repüléshez. Igen, tehát ő nem nyírja. Ő nem csinál semmit, ő ránéz az utasra, és azt mondja, amilyen az utas, úgy repülök. Találtunk viszont valakit, aki a mi emberünk. Ő is világbajnok, és úgy repül, ahogy mi kérjük. Abszett. Nem ahogy, amilyen az állapotban van az utas. Úgyhogy két és ő nem jó ember? Jó ember ő is. Ő nagyon gormos. Nem, mert a Besenyeinél van olyan, hogy elkezdesz kijabálni, illetve van kézjelzés, így föltartod, akkor lecsitul. Így na van. Most az új emberünknél nincs ilyen, ő könyörtelen lesz. Bizony. Ha? Megígéred? Délben haza engedett pénteken a munkatársakat? Nem? Akkor még egy kör. Péter kikapcsolja a mikrofonodat, lehajtja a visszapillantót, nem hallja a hangod, nem látja az arcot. Igen, kutyák is jöhetnek, kérdezte egy hallgatónk SMS-ben. Bejöhet a Budaörsi reptére kutya, nem? Ha nem gittel oda az üvegstúdió mellé, akkor ennyi, nagy baj. Mind igazából. Hazatérhet lesz, semmi gond nincs. Abszolút. Viszont egy dolgot mindenképpen megkérünk minden egyes kedves hallgatónktól, aki kilátogat majd a Budaörsi repülőtérre, hogy hosszan ne nézzék Balást, mert eltávolítatja őket a biztonsági őrök. Vagy leértsétek félre, ha visszanézek. És mindenki gyanús lesz ott, tehát lehet, hogy ott lesz ő is. Lehet, hogy ott lesz ő is. Lehet, hogy a jövő heti Budaörsi reptér az olyan lesz, mint Dallas 1963-ban. A könyvtár ablaka. Csak mondom, hogy ott is majd napszöveget kell, hogy viseljetek, és mindenfelé kell nézni. Kapkodod a fejed, majd szerintem ott lesz. Szerintem ott lesz ő is. Jövő szerdán ott lesz. Ebbe biztos vagyok. Az SMS író. Na, kírogatja. Majd figyelnek. Na, szóval, hogy egy nagyon klassz kis napot szeretnénk oda szervezni, és tényleg jó lesz. Olyan főnököt is benevezhettek, akit szerettek. Tehát nem kell, hogy ez egy olyan főnök legyen, akit utáltok, és azért akarjuk megreptetni, ha jó főnök, kedves, ez lehet egy élményrepülés is, tehát nem nyilván kiszúrni akarunk a főnökökkel, ha helyes, aranyos, szereti a kollektíva, elhozzuk, megreptetjük, és ezt kvázi tőletek kapja ajándékként a ti főnökötök. Vagy gondolhattok arra, hogy de jó, nem lesz ott egy fél napot, vagy egy egész napot, na, akarjátok, lassan visszük vissza, gyalog, bringával, tandem, meg hát a kórházi ennyi kezelés még, így van, benne van. Tehát minden attól függ, hogy mit írtok e-mailben, részletes leírásokat kérünk, jó? Az is lehet, hogy már akkor mondjátok meg, hogy nem szeretitek, amikor már fönn van a levegőben. Igen, addig elhitetitek vele, hogy nagyon szeretitek, elkülditek a listát, hogy mit akartok kérni. És ezt a listát miatt felolvassuk. Persze. Tehát Gábor, fizetésemelést, oké, okay, megadom. Julcsi, több szabadságot, rendben, de megadom, csak ne legyen több orsó. Mit tudom én? Anikó szeretne pénteken előbb elmenni a munkahelyről. Rendben, így lesz, és ugye mindent megígér majd élő adásban. Mi lesz? Visszavonhatatlan. Szembesíteni tudjátok az ígéreteket. Ennyi. Megírhatjátok azt is, hogy hol tegye majd le a gép, honnan gyalogoljon haza. Tehát ezért jó a főnököt reptetni, mert ott a repülés előtt bármit megígér majd. Jó, úgyhogy várjuk az e-maileket, jövő szerdán pedig, aki tud, jöjjön, egy nagyon kellemes, hangulatú, kis családi rendezvény lesz a Budaörsi reptéren. Nos, pedig Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Majd jön. Még nincs itt a játékos, de mindjárt érkezik. És csak mondom addig egyébként, hogy a mai napon is holnap
egy páros VTTC jegyeket lehet nyerni Mihelyis Norbi relikviákkal. Ez csak egy felvezetése a jövő hét hétvégi futamnak, valamint a szerdei repülőnapnak a budaörsi reptéren. Valakinek szeretnénk adni páros VTCC jegyeket, ami ugye VTCCTVCTK jegyeket, és Mihelyis Norbi relikviákat, valamint baromi jó helyről nézheti a jövő heti VTCCTC futamot. Figyeljenek, ez 9 óra után lesz ez a játék. Én láttam a Norbi új autóját, és nem hiszem, hogy az egy autó. Szerintem az egy repülő csészehaj. Elképesztően durván néz ki. Menőgép? Hihetetlen. Én úgy is láttam, hogy még nem volt felmatricázva, hát már láttam sokan, mert... Úgy is láttam, hogy még nem volt összerakva. Igen. Hihetetlen kocsi. Hihetetlen kocsi, reméljük sikeres évad áll előtte. Itt van a hallgatók. Ati, hello, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, Ati! Megint próbálkoztam már, hogy bejussak hozzátok, hát már komolyan mondom, azt hittem, hogy rossz helyre küldöm esőröseket, tényleg. Na, de most itt vagy, látod? Jaja. Mióta tart ez a hosszú próbálkozás? Hú, hát ez körülbelül már 3 hónapja. Na, no, azt hittem, azt 6 éve, az 3 hónap az még nem lesz, hogy van, aki 4 éve vár, hogy adásba kerüljön. Amióta rád nézem, a normafánál. Igen, közösen futottunk. Igen, az én voltam, csak hosszú hajam volt. Ah, értem már. Ati, van főnököd? Hogy ne lenne. Jó főnök, vagy rossz főnök? Mikor milyen, inkább azt mondom. Jó, ha gondolod, hogy gondoljátok, ott a munkahelyen nevezétek be a játékra. Jó? Elmegyünk érte, elhozzuk, örömet szerzünk neki, visszavisszük. Jó lesz. És közben minden megígértetünk vele, amit szeretnétek ott a munkahelyen. Az tökéletes nem. Van valami, amit szeretnél a főnököttől kérni? Egy tabletet. Na, de ilyen is lehet. Ati kér egy tabletet, jó. Azt már felszállás előtt meg fogja neked adni. Fáj a fejed? Igen. Atikám, mutatjuk, mit csinál Oven bácsi Beru néni. Figyelj. Oké. Okay. Húha. Melegítik az Alfa Jetet. Igen, komoly. Igen. Komoly. Ne, ez a vadászbombázó a régi, nem? Igen, ez inkább egy vadászbombázó. Mutatjuk, hogy mit énekelnek. La la, la 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 la. Ó, hát ez... Nyár van, meleg valami. Meleg. Nagyon jó lenne, de ez nagyon nem az. Ez valami nagyon alibiszagú dolog volt, amit énekeltél. Nyárban süt a nap. Lá, parton. Igen, Balaton. Lá, fagyi. A napon, Balaton, a parton. A lányok. Ez nagyon nem az volt. Persze, mutatjuk, figyelj. Na, hát ez innen most már mennie kell. Ez pedig már egy hosszabb részlet volt, hát a bögrét már ki is vettük, ennél hosszabbat nem is tudunk, mert hogy ez volt a leghosszabb. Aj, na már! Blöfölj megint valamit. Látod, megint csak rád várom. Látod, jönnek ott a lányok. Aj, segítsetek már, tényleg. Nem tudunk, hát egy magyar zenekar. Egy magyar zenekar. Utoljára hallgass meg, figyelj. Oké. Okay. La la, la 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 la. Te is így gondolod? Aha, na hagyjál, jó, na jó, most már, na, most van már, benne. Na van most benne. Már hagyjál békén ezzel a kamuszagú ilyen valami beugrik, ráéneklem, rámondom. Igen, vannak benne ilyen szavak, igaz, hogy nem egymás után csak a dalban, de valami... Tessék? Desperado. Nem, kerozin. Desperado. Jó nyomon vagy egyébként, az a korszak, mutatjuk, figyelj. Zanzibár lett volna. Miket egy jó kis Metallicát játszottatok, hogy mit tudom. Az megy, mi? Protektúrát. Atikám, hát nincs ajándékcsomag. Hát, olyan mondom, Bazi, ezért elnavollak. Jó, jövő szerdán, gyere, tudom, hogy ott leszel. A tömegben jó, valahol. Okay. Oké, okay, találkozunk szerdán. Jó, ciao, hello. Hello, sziasztok. Hello, Ati, hello. Hát pedig nem volt nehéz. Nem. Mekkorát énekelt rá, nem? Nagyon figyelj, az összes a nyári sláger közte egy tudja. Tehát, hogy szerintem írni a kéne sláger. Kérdezi valaki, hogy Sopronig is eljön a helikopter bárhova. Tehát az ország bármely pontjával elhozzuk a főnököt. Meg kell írni, hogy hol vagytok helyileg. Mit csinál, hányan vagytok, tud-e jönni vele valaki? Ezek a paraméterek, jó? Valaki pedig kérdezte az e-mail címet, Gabi, pontosabban. morningshow@classfm.hu, csak e-mailben lehet jelentkezni. Ott kell, vagy oda kell megírni minden fontos paramétert ezzel a játékkal kapcsolatban, aztán választunk majd valakit.
Szerintem már hétfőn vagy kedden választunk. Jó, hogy kicsit rá tudjon ő is készülni erre. Nyilván nem egy meglepetés, tehát tudhat róla a főnök. Hogy nem a háta mögött kell, beszéltek meg vele, most oda jön, és ott azt mondja, hogy nem ül föl, az nem jó, tehát akarjon ő is fölülni. Csak majd tőlünk függ, hogy milyen repülés lesz. Menjél be az irodában, mondják, hogy főnök, utálak, érted, elküldenélek a repülés. Jó, annyira nem szörnyű, nem? Elmegy érted, egy helikopter elhoz, jó, repülsz az. Egyet, hazavíz, tehát tud ez jó lenni. Jó, várjuk az e-maileket, mi pedig jövünk Gáborral a hírek után. 8 óra 13 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani, hello Feri, hello drága hallgatók, itt vagyunk friss közlekedési hírekkel többek között. M1-esen Lébénél Hegyeshalom felé trafiznak, kamionos kutya üzente nekünk. M3-as 103-as kilométerénél Nyíregyháza felé ünneplőbe öltöző Süni lézer bemutatót tart Szent György nap alkalmából, Street Hunter üzente nekünk. Baleset történt a 35-ös főúton Tiszaújváros és Sajószöget között, mindkét irányban útlezárás, Sajóörs felé lehet kerülni. Fogarasin villamos keresztben baleset, kerüljétek, üdv Réka. Hatalmas baleset Tiszaújváros és Sajószöget között, ez Brigi küldte, igen, ez valószínű ugyanaz nyilván, mint a 35-ös út az előbb. Kőbányán a Harmat utcában, a Kada utca után van egy trafi üzente nekünk, Hunor, valamint a 10-es még mindig áll a baleset miatt, ezt Bogi küldte nekünk. És hogy hol van pontosan a baleset a 10-esen, Pilis Csabán, méghozzá 5-ös karambol, és hatalmas a dugó, ezt Tomó küldte nekünk. Ma reggel megint front van, vagy valami, de sok trafi, sok baleset, ugye? Ezért teljesen furán történik, egyszer minden rendben, aztán utána meg 3-as, 4-es, 5-ös karambolok, teljesen váratlanul. Lehet ebben valami, nem? Hogy egyszerre 1 millió ember ugyanúgy kell, és dekoncentráltak vagyunk, front van, valami, nem szokott ennyi baleset lenni, ma megint nagyon sok van. Hát ez a idő, ez rányomja a bélyegét. Igen. Később meg majd a száraz levegőre fogjuk fogni, aztán amikor esik az eső arra. Nem, de tegnap például nem volt ennyi, hát most, na. Igen. Na mindegy. Mindegy is. A lényeg, hogy már most jönnek a főnökös SMS-ek, ne SMS-ben, csak ennyit kérnek. Nem. Jó, e-mailben mindenféleképpen morningshow@klasszfm.hu, azt már most látjuk, hogy hatalmas siker lesz ez a játék, tehát imádja az egész ország. Mindenki már elkezdte a főnökét benevezni, csak ne pont azért kértük, hogy ne az SMS falunk bénuljon meg ettől, hanem e-mail címre, mi azt megnézzük, elolvassuk, leválogatjuk és hívjuk a szerencsés nyertes majd. Jó? Úgyhogy e-mailben küldjétek ezeket. De imádják, már ez most látszik. Tehát már mindenki küldi. Kamikázére ültessétek, ne jöjjön vissza, benevezem, küldöm a számát, éjszaka is hívjátok, nagyon messzire vigyétek. Csak oda-vissza, nem várjuk. Igen, adjatok neki, hadd repüljön, az egész munkája fogja hallgatni. És tehát... hát néhányan már megírták, hogy Janival ketten nekünk is van egy főnökünk, hogy neki mit kíván. Igen, van, Turi Árpádnak hívják. Neki csak jó, de hogy egy kicsit lejjebb. Turi Árpádnak hívják, ültessük őt a repülőre. És kérjünk tőle nagyon sok minden. Na, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi drága Gáborunk, aki ma is nagyon készült, könyvek, szakirodalom, kútfő, szemüveg, zakó, minden megvan. Később köles a zsebben. Így van, Mr. Puliszka. Mr. Puliszka megérkezett, és később azt is meg fogjátok tudni, amire egy egész ország kíváncsi, már hosszú-hosszú hetek óta minden csütörtök, hogy mit reggelizett a Gábor. Ezt is megkérdezzük, az elmentes övezettel folytatjuk már is. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztó, antibiotikummal szennyezik, lejárt savatosságú ételeket címkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Légy be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. De bocsánat, ez az ember, aki értem küzd, az te vagy? Hát, ne viccelj! Azt hittem a Gábor. Hát, dehogyis, hát ki találta ki a rovatot, ki menedzselte, ki hozta létre, ki adott okot arra, hogy erről beszélj? A Gábor a fény az alagút végén, akivel megvalósítod. Aki... Tényleg. Hiányzik egy fizetésnök és szabadság. Hibáztam. Fél éve megy a rovat, és még mindig nem tudod, hogy ez én vagyok. De nyugodjatok, meg itt vagyok, intézem. Szerintem teljesen rendben van az egész. Mondjuk nekem igazából erről a szignál, mindig csak az jut az eszembe, hogy már forgatják a Terminátor 5-öt. És a Brad Pitt-tel a zombi háború. Gábor, hello, jó reggelt. Szervusztok, jó reggelt kívánok mindenkinek. Ezt a vitalitást látod? Igen. Itt hát, van. Igyekeztem, bedobtam magam. Így van. Igen? Puliszkában az erő, puliszkában a vitalitás. Nem voltál itt 3:48-kor, és én ilyenkor mindig aggódom, mert nem szokták késni. Mi történt? Odaégett a puliszka, vagy dugóba kerültél?
Beragadtam a dugóba, illetve előkaptam a jegyzett füzetemet, megmondom őszintén, megálltam egy picit útközben, mert itt olyan dolgok kerültek elő ebben az adásban, hogy muszáj volt jegyzetelnem, ezért, hát mivel hallottam, Balázs, hogy korán kelsz, és nem tudsz visszaaludni. Igen, férfi klímax, hát kapuzárás, nem tudom mi, egy ilyen negyed négyes, negyed ötös megriadás van, onnantól kezdve nem tudok visszaaludni. Igen, az jutott eszembe, hogy nem lehetséges se, hogy egy picit túlfeszített az idegrendszered, és emiatt én azt mondanám, hogy délután este felé komló, citromfűteje, a macskagyökér keverékét összeállíthatnál. Igen. Esetleg Viktória neked, és könnyű párolt zöldségpirítóssal este. Nagyon jó lesz. Nagyon. Már várom a vacsorát. Egy-két szemdió lehetne még esetleg benne, de nem túl. De komló, citromfűteje miatt. De az nyugtató, ugye? A komló az alvás segíti, citromfű az alvást, Orbán szüvet én nem javasolnék. Hát pedig a mai világban. És egy kis macskagyökér, annak nincsen kellemes illata, de nagyon segíti egyrészt a mély alvást, amivel neked ugye nincs problémád, viszont szerintem később fogsz fölébredni, és vissza fogsz tudni aludni. 4-10-kor megjön. De ez jó, mert sokan szerintem alvászavarban szenvednek. Én jól alszom, én korán kelek, és van egy ilyen fura megriadás. Negyed, az ébredési mechanizmus a jelenség, ami fél négy körül lép életben, hogy mikor mondjuk 6-kor fölkelünk, akkor már rendesen tudja működni a szervezet. Az a kérdés, hogy neked miért nem működik az a visszakapcsoló mechanizmus, hogy visszaszól. De ez nem egy ilyen a változókor kezd beköszönteni 30 éves. Nem a lenyugvó nap. De ez kicsit annak is van ereje. Nem egyszerűen túl sokat analizálsz. Remélem, hogy a fokozott média szereplés az nem hoz ilyen mellé hatásokat. Remélem, Istenem, még egy jó 10 évem kell, hogy legyen, gyerekek, ne csináljátok. Viszont van egy másik gondolatom is, miszerint azért itt felvetődik a repülős játékotokkal kapcsolatban egy egészen komoly kérdés. Na. Mivel, tehát ugye én azt gondolom, hogy ha valamelyik főnököt ugye beválasztjátok, és ezzel a bizonyos repülőgéppel felszáll, bizonyám, akkor elég komoly problémák adódhatnak, ezért én azt javasolnám minden olyan munkahelynek, ahol ugye szóba kerül a főnök elküldése, hogy egy kímélő diétát vezessenek be. Legalábbis előző este, ugye? Ezt akarom mondani, illetve reggeli, de ez fontos. Én azt mondanám, hogy ebéd, tehát hogyha mondjuk a titkárnő felszolgálja az italt a főnöknek, akkor én cikória kávét javasolnék nyírfa cukorral, tehát semmiképpen sem nehéz cukros sülteket, tésztákat javasolnék. Cikória kávé, cukor, ennyi az ebéd? Nem, az inkább az uzsonna, az inkább ugye a kávézás helyett inkább cikória kávét javasolnék, az erős koffein megterhelheti a szervezetet, és hát könnyű párolt zöldséggel, én azt mondanám, hogy rántott cukkini, azt mondanám, hogy könnyű ságarépa, céklaköret, káposztasaláta. Nagyon jó. Ez fontos, tehát a főnök, aki kiválasztott lesz, szerintem ezt már ugye hétfőn tudnunk kell, a helikopter leszállási engedély, megszerzés, stb. Tehát már kedden úgy egyen, hogy szerdán ne legyen ott mindenképpen baj. Számítsunk rá, egy pici sörélesztő pejhet kevernék az idegrendszeri erősítés miatt, mivel ugye szóba került, azt hiszem, hogy te mondtad, hogy ne legyen kedden egy elmentes kedd. Vagy szerdán az, hogy kukorica, nem is ettem kukoricát, ugye? Bizonyám. Tehát én a B-vitaminokat emelném a főnök étrendjébe, valamilyen módon B-vitamin komplexet tennék oda a kávé mellé, tehát mindenképpen föl kell készíteni a felső vezetőt arra, hogy másnap esetleg megpróbáltatásra. Imádom, hallgatod az adást, félkézzel vezetsz, és közben jegyzetelsz, hogy mire 8-kor ide beérkezél, ráfűzél az adásra, nagyon felkészül. Egy picit megálltam, muszáj volt, mert ez ilyen szakmai ártalom, tehát ez nem egy erőltetett dolog, remélem, de egyszerűen olyan dolgok jutnak eszembe, hogy mondom, hát érdemes volna erről beszélni, hát ténylegesen sokat segít egy repülésben, hogyha az előző nap kimélő a díjat. Hát igen, ott este benyom egy pacalpörköltet, reggel lefolytja egy kis körömpörköltet, ja, eszik két francia krémes, megiszik fél liter kólát, és eszik egy fél kiló kenyeret, egyrészt akkor Fekete Lacinak hívják. Az elég goromba. De hogy tényleg oda kell figyelni, mert szerdán azért a csúnya dolgok történhetnek a főnökkel. Lehet, hogy elég goromba, viszont van íze. Még a sörélesztő pehelynek, hát én vettem egy zacskóval a múlt héten, te hogy azt kitalálta. És vissza is álltál gyorsan a sörre, úgy megrémültél. Hát figyelj, ha van neki egy normális felhasználási módja. Figyelj, sajnos egyébként legtöbbször, ami egészséges, a legtöbb esetben nem mindig jó. Tehát párolzöldség nem annyira izgalmas. Vitaminkészítmények tudnak jók lenni, rántott karfia jó, de hogy nem ez adja az igazi orgiát, de sokszor egyébként ezek a jók. Ha megfűszerez egy kis sülcsölökkel, egy kis glutamát ízfokozó mentes fűszeres szószba meg lehet azért mártogatni azt a párolt zöldséget, tehát ne úgy képzeljétek el, hogy fűszermentes ingerszegény diétáról van szó, mint egy dietetikán vagy egy kórházban, hanem egyszerűen fűszeres, egy pici lemmagolajban, egy pici szójaszószban megforgatva, picit vokkozva. Ez egy olyan grillezett zöldség. Ennyi. Remélem, hogy sikerült kedvet csinálni. Ezt a Jani csinálja, tehát én sűrűn közöl ilyeneket, igen. Így van. Ez jó, ezeket nagyon kedvelem. Tök maggal megszórni. Meg azt is nagyon kedvelem.
szerintem, hogy, hogy az élet problémáit, illetve a személyes problémákat mindenki a saját hitvallásának megfelelően közelíti. Mert Gábor így egy katolikus papa azt mondta volna neked, hogy Balázs fél négykor kezd, vagy négykor, hát három mi atyán két üdvözli. Érte. Gábor hiszek, elmondta. Hogy mit tegyek? De a teákban egyébként hiszem, az nagyon jó. Vagy abba hiszek inkább, így mondom. Balázs, egyébként neked én javasolnék egy diétás naplóvezetést. Na, Gábor, tehát tudod, hogy nagyon menedzseltelek, nagyon tolom ezt a rovatot, tudod, de van egy inger küszöb, ami felett már azért egy kicsit kezdek berágni. Azért diétás napló, kedves napló? Igen, tehát alvás naplóról hallottam a reggeli adásban, és ezért elég bátornak éreztem magam, hogy papírra vessem azt, hogy diétás napló Sebestyén Balázsnak. Egyébként be is lehetne vele futni máskülönben. Gondolj bele, hogy hányan évben. Hova fussak még be? Hát te meg honnan jössz? Bár azért azt gondolom, hogy Balázsnak az egészségvédő vonalát lehetne erősíteni, és ezt egy fantasztikus Sebestyén Balázs diétás naplója című. Internetes napló, és mindenki tanulmány, blog, ma mit reggeliztem, ez fantasztikus volna, de hát nem tudom, hogy mennyire kedves lenne napló, időd Balázs, hogy ilyeneket vezess. A diéta 13. napja, mindjárt kiesik a kezembe a cer. Esetleg Viki vezetni ezt, nem Isten, nem tudom. Igen, ez egyébként jó lehet. De nekem nem kell fogynom, de jól nézek ki. Nem? Szó nincs fogyásról. Most, hogy itt sem mondtad. Egyetlen hibám, hogy izmos vagyok. Szellemi lelki. Vannak hátrányosságaim, meg vagy hibáim, de hogy tényleg, ez a legnagyobb hibám a hűség. Komolyan hát mondom. Az élet, az testét az, aki nem így néz ki, nem Gábor? Hadd mondjam mellettek, az élet több, mint a test, és ezzel nagyon nagy bölcsességet igyekeztem mondani. Testi és lelki egyensúlyra is. De nem pontosan ezt mondom. Balázsnak azért elég fontos, azt gondolom, hogy szellemileg, lelkileg is elég jó egyensúlyban és jó erőben legyen, ezért bátorkodtam mondani, hogy... Jó, amit mondasz. Uh-huh. Hogy csak a mondom, jelzem, nem fenyegetés, de összeállt a második könyvem tematikája, gyerekek. Uh-huh. Innen már csak egy 3-3,5 év is össze is rakom teljesen, de jó, amit mond, mert megvagyok. Megvan a struktúra. Úgy legyen. Jelentsen a szobármi. Szétborultak a szezámmal. Miből készültünk ma? Ugye, elindul a tavasz, mindenki elkezd fogyókúrázni. Hát azt hiszem, hogy nincs is témánk. Igen, de van. Van, csak annyi témát adtok itt előtte, hogy ez hihetetlen. Helyes, készüljél, csak ne hagyjuk magunkat eltéríteni, mi ezt komolyan veszük, ezt a rovatot, két ilyen kis tudod, hát nyilván össze-vissza ezt mindent, és ilyenkor belekapaszkodnak mindenbe. Két szerencsétlen, ugye, de tényleg. Elindul a tavasz, és ilyenkor nagyon sokszor halljuk azt, hogy lugosítás. Ugye az orvostársadalom fele azt mondja nyilván, hogy totális átverés, hülyesség, nincs ilyen, ez csak egy ipar, vagy iparág, amire már nagyon-nagyon sok millió vagy milliárd épül. Nem kell lugosítani, nincs semmi értelme. Nagyon sok orvos írja, hogy a lugosítás jó, kell, fontos, hogy a szervezet ne savasodjon el, nők isznak különböző folyadékokat, mindenki eszik olyat, amitől esetleg lugosabb lesz. Ezt kéne egy kicsit körbejárnunk magából, hogy létezik, nem létezik, mit mond erről a te szakmád, kell-e lugosítanunk, ha igen, hogyan, vagy átverés az egész? Én azt gondolom, hogy létezik, mintegy 40 éve, 1970, a 70-es évektől kezdve létezik olyan, hogy bázikus vagy lugosító élelmiszerek, és itt tartom a kezemben a magyar tápanyag táblázatot, és nem tudom, mennyire ismeritek. Ez fantasztikus, minden fantasztikus könyv. Ez autentikus eredeti irodalom Magyarországon, tehát ha valami iránt érdeklődik egy szakember, akkor fölnyitja a magyar tápanyag táblázatot. Na most ebben... Csak bocsánat, de hogy van az, hogy akkor 10 orvosból 5 azt mondja, hogy ez egy effektíve baromság? Nekem nem egy orvos mondta, hogy felejtsd el, mert ilyen nincs, hogy a szervezetet lugosítani kell, annak van egy pH értéke a vizeletnek is, a vérnek is, a testnedveknek is. Felejtsd el, nincs hülyeség. Hogy van az, hogy a másik fele meg azt mondja, hogy kell? Hát azért ez nem egy... A szervezetben működik több pufferrendszer, ugye a puffer azt jelenti, hogy közömbösítő, savtalanító rendszer, az egyik az az emésztőrendszer, ugye a hasnyálmirigy, ugye a gyomor savat közömbösíti, másrészt a vese és a légzés, a tüdő, illetve a bőrszövet is, tehát több semlegesítő rendszerünk is van, és ha a szakemberek, orvosok azt mondják, hogy ezek elegendő védelmet nyújtanak ahhoz, hogy az ember folyamatosan megőrizhesse a saját szervezetének a pH értékét. De ha lugosítok, akkor egyébként mit lugosítok? A véremet? Vagy a testnedveimet? Vagy a, mert ugye több a vizet, ami a szervezetemben van? Mert ugye nem mindegy, hogy mit lugosítok. A vér pH-ja az állandó. Kémhatása állandó. Viszont minden táplálkozás után a lebontáskor képződnek savak, egyrészt képződnek, másrészt a belső égési folyamat során is savak képződnek, almasav, fumásav, stb. A lényeg az, hogy ezt nagyon komoly egyenletekkel és grafikákkal tanuljuk egyetemeken, illetve a szakemberek, orvosok is tanulják. A lényeg, hogy savak képződnek emésztéskor, savak képződnek az égés során, ezeket a savakat a szervezet közömbösíti, és hát, mint tudjátok, széndioxid és vízre bomlik végül minden, és a széndioxidot kilélegezzük, ezért, ha mondjuk vesztek néhány
mély lélegzetet az ablakhoz menve, akkor már is savtalanító légzést hajtottatok végre, mert több széndioxid távozott. Ugye nem savból. Azért jó, mert tehermentesíted ezt a pufferrendszert? Mindenképpen. Ugye? A testetés, a mély hasi légzés, az teljesen nagyon jó savtalanít, és a lugosító táplálkozás. Balázs, visszatérve a kérdésedre, én szerintem a szakemberek azt gondolják, hogy eltúlozzuk ezt a kérdést. Ahogy a kandida kérdést is sokan eltúlozták, hogy mindent a gomba okoz, nem szabad áttestünk a ló túlsó oldalára. Az állandó lugosítás sem tartom szerencsésnek, hogyha valaki az év minden napján 2 liter lugos vizet megiszik. Én azt gondolom, lugos víz, lugos tea, hát erre iparágak épülnek. Szóval. De ez egészséges, éjgyomorra a lugos víz elfogyasztása. Ugye van több természetes lugos ásványvíz Magyarországon, ezek fantasztikusak, és kevesen fogyasztják. Sokan házi csapvizet isznak, ami nem feltétlenül jó minden helyen. Visszatérve, a szakma szerint vannak savas vegyhatást okozó élelmiszerek. Itt olvasom a tápanyagtáblázatban, vannak lugos vegyhatást okozók, és vannak a semlegesek. Jó, hát ez erről, egy létező dolog. Erről beszélünk nyilván, hogy milyen étel. Egyébként szerintem nyilván nagyjából az ember ezt tudja, hogy mi az, ami savas, mi az, ami lugos. Minden, aminek jó íze van, savas. Gyerekek, sajnos szomorú. De most kis túlzása, de tényleg, hallgass meg a lugos élelmiszerek. A köles az lugos ét, és az jó íz. A köles az mondjuk jó íz. De hogy mit nyerünk azzal, ha lugosak vagyunk, vagy mit veszítünk azzal az ember háztartása, vagy pH-ja mondjuk savas. Tehát nyilván egyfajta baktérium elszaporodás, gyorsabb öregedés, ráncosodás, szervezet elhasználódik, ha savas, vagy mit nyer, ha lugas, és aztán majd a hírek után átveszük, hogy melyik mire jó. A felesleges savakat a szervezet a kötőszövetbe áramoltatja, elindul egyfajta hízás, ez egy védelmi mechanizmus. Rákbetegségre hajlamosít az elsavasodás, szív- és érrendszeri problémákra, érelmeszesedésre, csontritkulásra, mivel a kálcium köti a savakat részben, és ugye semleges sót képez, ezért a csontokból és a fogakból fog távozni a kálcium. Nézzétek meg, hogy ezek népbetegségek, amiket én most sorolok. Immunrendszeri gyengülés, fáradékonyság, memóriazavar, általános rossz közérzet, úgy nevezzük a diszkomfort, vesekőképződés, nőknél narancsbőrt is okozhat, mivel amikor túl sok a sav a testben, akkor a szervezet ezek közömbösítésére koncentrál, és nem a gyökfogásra, ugye a szabad gyökök fogására, és a bőrben is ez kifejeződik. De elég sok probléma hátterében állhat a túl sok sav. Tehát elindul a savasodás, akkor szaporodnak a baktériumok, és azok pedig szépen elkezdik ugye létrehozni a betegségeket. Most én mindig nagyon egyszerűen fogalmazok. A szervezet mindent elkövet azért, hogy semlegesítsen. Hogy lugokat termeljen és semlegesítse. Tehát, hogyha ez nem történne meg, akkor meghalnánk elég hamar. Tehát a folyamat, a pufferrendszerek működnek. Aha. De hogyha ugye a világunk arra felé halad, hogy túl sok a savképző élelmiszer, és túl kevés a lugosító, a gyümölcs, a zöldség, ezekről nem sokára beszélünk, tehát az arányok tolódtak el, és olyan mértékű sav képződik a testben, amit a pufferrendszerek már nem nagyon bírnak el. Hopszi. Na, átnézzük akkor egy-két konkrétumot a hírek után. Jó, mi a savas, mi a lugos, ha valaki most tavasszal nekiáll egy kicsit lugosít, diétázik, kicsit szeretné mentálisan felpörgetni magát, testileg, fizikailag, akkor mivel lehet lugosítani? Ha kedves az életetek, hallgassatok minket a hírek után is. 3:49 lesz, 5 perc múlva hello mindenkinek. Jó reggelt, Gábor a vendégünk, hiszen csütörtök van, elmentes övezet, és a sokak által kicsit talán túldimenzionált savasítás, lugosításról beszélgetünk. Ugye pont arról, hogy nem szabad túlzásba esni, nyilván ez egy létező jelenség, de nem kell neki túl nagy jelentőséget tulajdonítani, oda kell figyelni, ugye Gábor? Így van, és ahogy ezt mondja a szakma. Nyitom fel a szakkönyveket itt előttetek, tehát láthatjátok, hogy jön olyan e-mail, amelyik azt mondja, hogy ez fantasztikus, és abszolút tapasztalják a jó hatását. Van olyan e-mail, ahogy itt olvasom, itt a, hogy nevezik ezt SMS-fal, vagy e-mail-fal? SMS-fal, így van, igen. Akik azt írják, hogy igen, az orvos-biológus ismerőseim hatalmas butaságnak tartják az egész témát, amiről beszélgettek. Látjátok feketén-fehéren, hogy egyértelműen a szakma leírja, hogy savképzők, vagy bázis, illetve bázisképzők és semlegesek. Nyilván nem mondjuk azt, hogy minden és mindennek az ellenkezője ezen áll, vagy bukik, de azt mondjuk, hogy borzasztó fontos, akinek például a vesekőképződésre való hajlama van. A szakemberrel előírja, attól függ, milyen vesekő van, mondjuk húgysavas vesekőképződés esetén a lugosító étrendet. Abszolút létező dolog. Németországban tőlünk nyugatabbra már sokkal elfogadottabb. Na nézzünk akkor egy-két konkrétumot, jó? Tehát, hogyha valaki például leszik valamit, akkor tudja sorolni, mert ugye nem mindenkinek teljesen egyértelmű, mi az, ami savasít, mi az, ami lugosít. Nézzük a rosszat először, hogy mik a legnépszerűbbek, ehhez sok fiatal nyúl, sok gyerek kapja a kezébe, mert a szülő megveszi, szülők is utána nyúlnak, mégse tesznek jót vele. Mik a savasító vagy elsavasító ételek, italok? A mindennapi húsfogyasztás, húskészítmények, halak, szárnyasok sajnos savasítanak. Kagyló és tengergyümölcsei. Hát ez mondjuk a magyar lakosságra. Nem, tojásos ételek és a sajtok. Sajnos a szalonna is savasít. Földi mogyoróból készült termékek, egyes diófélék kivéve a gesztenye,
kókuszdió és a mandula, amik lugosítanak. A kenyerek, hogyha valaki eszik mondjuk rántott húst, és bő olajba megsüti, majd fehér rizst fogyaszt hozzá, ecetes uborkát, majonézt, ez kifejezetten egy savasító vasárnapi ebéd, és még azt sem nyújthat vigasztalást, hogy mondjuk húsleves van előtte, utána pedig esetleg torta szelet. Ugye ez egy teljesen elsavasító étrend, vagy hát menü. És ha megnézitek, egy ilyen ebéd után elálmosodunk, elfáradunk, fejfájással kelünk fel, ha lefekszünk, ez a savasodás hatásai közé tartozik. Hadd kérdezzek egy konkrétat, az én tegnapi vacsorámat például, hogy elszúrtam-e valamit. Az én tegnapi vacsorám az köles volt, össze volt keverve a Feri-féle medvehagymás pesztóval, amiben olívaolaj volt, illetve medvehagyma, és a tetejére pedig edámi sajtot reszeltem. Szerintem ez jó. Azt mondjuk, hogy 30% savasító és 60-70% lugosítónak kellene lenni az étrendben. Ez sajnos Magyarországon nem valósul meg. Visszatérve a Jani által jelzett vacsorára. Ez vacsora volt. Itt egyedül a sajt az, ami savasít. A medvehagyma, segíts, mi volt még? Köles lugosít. Ez abszolút belefér. Ez jó. Jó, átnézzük a savas, nézzük a lugos, hogy mivel az, ami a gyereknek lehet segíteni, mert nyilván a gyerek azért még kevésbé érintett, ez inkább ugye változókor, idősebbeknél, középkorban kell elkezdeni odafigyelni, nem? Igen, így van. A kisgyermek és gyermek szervezetében a lugosító mechanizmus egészen jól működik, ráadásul jól lélegzik és jól mozog. A gyerekek még hasi légzéssel lélegeznek, csak később alakul ki a felső mellkasi légzés. Felnőtteknél. Visszatérve, mandula, gesztenye, kókuszdió, ugye az már lugosít, minden zöldség és főzelékféle lugosít, kivéve a lencse és a kukorica, úgyhogy a Mr. Puliszka névről lehet, hogy le fogok mondani. Ugye? Lehet, nem is tartok rá igényt, bocsánat, ezt igazából ti találtátok, de lehet, hogy inkább a kölesre váltanánk. Az Mr. Köles. Az lugosít. Köles. Aha. Tehát a zöldségek, a főzelékek, répafélék, gyökerek, petrezselyem, zöld, spenót, avokádó, kifejezetten. Ja, nem is kell végig sorolni, tehát hogy tulajdonképpen a zöldség. Minden zöldség, minden gyümölcs. Uh-huh. A gyümölcsök közül, bocsánat, a szilva és az áfonya nem. Tehát aszalt áfonyát fogyasztunk, de nem minden nap. Aszalt szilvát fogyasztunk, de nem minden nap. Ezek savasíthatnak. Tehát vicces, hogy a citrom, ami ugye savanyú, az lugosít. Azt gondolnád, igen, hogy savasít, de hogy ez közben nagyon durván lugosít. Egy jó reggeli citromlé abszolút lugosít, grapefruitlé lugosít és epetisztító, narancslé is. Ezek nem okoznak problémát, ezek hiába savanyúak, lugos vegyhatást eredményeznek a testnedvekben, tehát nem a vérben, hanem kötőszövet, nyirokrendszer, vizet, stb. Mi van a kismamákkal? Én mindig elképedve látom, amikor egy kismama elkezd lugosítani, és azt gondolom, hogy a természet például ezt megoldja, nem? Hogy a gyerek szervezetébe olyan kerüljön a kismamám keresztül, ami jó. Tehát én például a kismamáknál nem biztos, hogy ebben megpróbálnám valahogy befolyásolni mesterséges módon. A várandós módon. Anyukáknál nem ajánlom a kifejezett lugosítást, illetve szülés után, szoptatási időszakban sem. Kisgyermekeknek, újszülötteknek az anyatej révén rendkívül jó lugosító mechanizmusuk. És ne felejtsük el, hogy a magzati korban, ugye a magzat körül lévő magzatvíz is gyengén lugoském hatású. Tehát ha a női szervezet nagyon jól föl van erre készülve. A probléma akkor van, amikor a korral együtt jár egy fokozottabb savképződés, és ahogy az ember úgymond öregszik, ugye Balázs mondtad, hogy esetleg már te is, de nem szeretném rávetíteni. Ezért nem tudok aludni. Ezért a változó korba léptem. De most nem akarsz szülni. Most még nem. 40 év fölött már elindul a fokozottabb savképződés, tehát nem a várandóság, nem a szülés, nem a kisgyermekkor, hanem inkább a felnőtt időskorról beszélünk, változókorról beszélünk. Uh-huh. Nézzünk egy-két SMS gyorsan, jó? Mert vannak kérdések, minden reggel citromos víz, jó? Mert hogy savas érzete van, erről ugye beszéltünk az előbb. 2 deci citromos vizet iszik meg, Zoli. Jó? Vízzel higítjuk és hasznosnak tartjuk, de méz, cukor természetesen nem kell hozzá. Túllugosítással is vigyázni kell, én kórházba kötöttem ki miatt a irági. Jó volna erről személyesen beszélni, hogy ez hogy történt. Én is tartom. A túllugosítás miatt a szervezet áteshet a ló túlsó oldalára, de én még ettől nem tartok, kivéve ha valaki, most így fogalmazom, hogy szélsőségesen lugosít. Almaecet vízben oldva, fogyasztva alkalmas a lugosítás, a GAB ezt kérdezi. Almalé, az ecetsav, vagy az almaecetben lévő ecetsav sajnos nem segíti ezt a folyamatot. Az almalében van cukor. Ha mondjuk az gyümölcscukor jó, de hozzáadott cukor az már igen, nem, ugye? Mondjuk a nyers alma a legjobb, az aszalt alma még jobb, de az almalé is lugosít, így van. Mi lesz veled, Feri? A legjobban vagyok. Semmi. Csak kérdezem, hogy ugye szalonna, hús, sonka. A legfinomabb ételeket sorolod, amivel szépen. Ebből lakmuszpapír lesz. Lakmuszpapír? Ebből lakmuszpapír lesz. Csináljuk azt, amikor kimegy pisilni, bekötjük a szemét, és gyorsan teszünk el egy lakmuszpapír. Igen, te tartod, csak tudod, nem az biztos, én sugaram már egy kicsit locsol. Feri, egy pillanatra, mi van? És megfordul. És lemoslak benneteket a szívről. Szóval azért a jó dolgok, sajnos savasak. Nem mindig irányadó azért a lakmuszpapír, ugye a tőlünk eltávozó folyadék lakmuszpapírra való mérése, de van
vannak ennél bonyolultabb és rezonanciával jó berendezések. Igen, biorezonancia. Látom azt a kis asszalt áfonyát, Balázs, hogy most egy kiszorodott az asztalra. Úgy lugosítok, csak tudjak aludni. Nekem mindegy, én megeszem a hántolt kölest is. Most mondta el, hogy ez viszont savasít. Egy kis citrommal, narancssal javasolom, almával, alma chipssel. Tök undorító dolgot iszom minden reggel. Egyébként meleg, langyos vizet citrom. De jó, jól esik. Tényleg. Egy sima langyos víz citrommal. Ismeritek a zöld turmixokat egyébként? Zöld turmixok. Néhány zöld dolgokból, gyógynövényekből, csalámból, gyermekláncfűből készülnek zöld turmixok, spenótból, nyers spenótból. Abból koszorút is lehet. Igen, és a klorofil tartalmúak erősen lugosítanak, ilyen zöld porok is vannak egyébként forgalomban. Tehát ezek lugosító porok, vannak ilyenek. Tehát furad, akkor a gyomor és égésre is jó a citromsav. Tehát a gyomor égés az sokszor savasodás jelent az értékel? Tehát valaki fehér kenyeret eszik, lisztet eszik, hogy elkezdi elhagyni a glutén, megszűnik a gyomor égés. Arra lehet mondjuk, más oka is, sok oka van, is a gyomor problémáknak, de a túl sok hidrogén, a túl sok sav visszaválasztódva a gyomorba, ugye ez okozhat egy túlsavasodást is. Mi van a kávéval? Semlegesnek tartja a szakma, én a koffein és a csersav egyebek miatt egy picit a savasodás felé hajlok. A tápanyagtáblázat szerint semleges, ahogy a vaj is, az olajok is semlegesek. Mit ír a pálinkáról az a rohadt könyv? Pálinka sajnos savasít kifejezetten, az alkohol savasít. Igen, de Boris, gyerekek, nem az... nincs az, hogy mondjuk pálinkával savasítasz, és ezt egy liter borra lesz lenyomod. Lelugasítod, igen, és egy kis denaturált tesszel lugasítasz, vagy ion cserélt vízzel. Igen. Hát, almalével, céklalével és sárgarépa lével esetleg azt tudom javasolni. Alma pálinka. Nagyon jó ötlet. Itt most megint nem arról van szó, hogy elmondjuk, hogy minden, ami finom, ne egyétek. Csak jó, az ember tudja, hogy ez milyen hatása lehet a szervezetére, egy kis citromlével, ezzel, azzal, aki zöldséggel, gyümölcsel tudja a szervezet savbázis egyensúlyát egységbe rakni. Tehát, hogy te ehetsz egy csomó mindent, amit szeretsz, te is, de mondjuk, ha megiszol 3 deci citromos vizet minden reggel, akkor kicsit rásegítesz a szervezetednek, hogy lásd a gyerekédet ballagni. Tehát, hogy tényleg, ez segít. Tehát, hogy nem kellett többen. Látom, ilyenkor mindig kicsit pánikolsz, nem? Hogy mi lesz veled? Semmi. Nem pánikolsz? Igen. Csak én pánikolok, hát? Szerintem csak te. Igen, te magad fogjál, majd beviszik a videót az intenzívre. Ahol pont látogatlak benneteket. Ja. Tényleg közülünk, ki fog a legtovább élni? Hát csak hát, te. Csak nem biztos. Te nem biztos. Ki fog a legtovább élni? Mert valaki nem lesz ott a másik kettő temetésén. Ú, de komoly. Ugye? Tényleg. Nagyon szép kérdés. Szerintem a fiatalitásról is beszélhetnénk egyszer. Valamelyik fiatalitásról? Hogy érted? Igen. Hogy lehet? Egy picit lehet, hát lehet lassítani. Így van. Tehát azért az élethossz, az életminőség és az élethossz azért befolyásolható jó. Igen, meg engem soha nem néznek futás közben úgy, ahogy Balást nézték a normafánál. Nem akarom. Utalél a végzet. Jó. Tehát szénsavas üdítők, cukros üdítők gyereknek minél kevesebbet, felnőtt kezébe is lehetőleg. A gyümölcsöt adok a gyereknek, az jó. Gyümölcs cukor, tehát gyümölcslevek például, amit ad ugye ezek a dobozba, 5 literes gyümölcslevek, ezek milyenek? Sokkal jobbak, 100%-osak ezek lugosíthatnak. Lényeg az, hogy ha lehet éjgyomorba kerüljön, hogy ne ételre ígyunk almalevet, mert az ugye beerjedésbe savasíthat. Uh-huh. Tehát nem mindegy, hogy gyümölcsöt is hogy fogyasztjuk. Ne evés után, evés előtt. Meg ez szerintem egyébként nem könnyű, hogy gyakorlatilag minden zöldség, ugye a lencse és a kukorica kivételével, ezek a főzelékfélék, azok mind lugosítanak, az tök jó. Így van. Gyakran fogyasztunk főzeléket, de ha megnézitek, gyermekkorunkban ezeket gyakrabban fogyasztottuk, ahogy az ember felnőtté válik, egyre több húst ehet, egyre több sajtot eszik, vagy olyan dolgokat. Viszont a savanyított tejkészítmények, a joghurt és a kefír, az nem savasít. Hát itt most nem szeretnénk nagy reklámot csinálni ezeknek, hiszen a tejről már beszéltünk, joghurtról beszéltünk, de ami nem gyümölcsjoghurt, hanem natur joghurt, natur kefír, stb. Ezek viszont semleges, gyengén lugosító hatásúak. De mi van akkor az öreg apáinkkal? Mindig ezt kérdezi mindenki. Ugye eltél a szalonát, tették a kenyeret, kimentek, dolgoztak, 80 évig éltek, és itták a pálinkát, semmi bajuk nem volt, most meg valaki ránéz egy fehér kenyere, és mindenki ránc, hogy úristen, mi lesz velem, fehér kenyeret eszem. Az, hogy ledolgozták, vagy hogy elégették? Jó volt a légzésük, napfényen voltak. A szalonna ugyan savasít, de abszolút elégették a földeken. Igaz, hogy volt lencse, ami savasít, de volt köles is. Tehát fizikailag többet dolgoztak, igen, és ledolgozták. Mint hogyha a régiek, mintha tudták volna a helyes arányokat. Tehát volt, oké, volt pálinka, volt szalonna, de nézzétek, nem szalonnát tettek szalonnával. Én úgy emlékezem, hogy a fáról leszették a gyümölcsöt és elfogyasztották. Rengeteg zöldség volt. Hús is kevesebb volt. Igen. Nyelzöldség. Rengeteg, tehát ami idén jellegű volt, azt nagy mennyiségben fogyasztották, föltöltötték a szervezetüket. Mindig erre gondol az ember, nem? Hogyha nem a szalonnát emelném ki, igen, hanem mondjuk a gyümölcs-zöldségfogyasztás, elképesztő mennyiségben ették ezeket. Uh-huh. A gyerekek is. Meg az a sok hajolgató menyecske a földeken, az is az inspirálta. Hát azért oda söndörödtél volna. Szénak csak beszorult a fej. Oké, Gábor, mit reggeliztél? Valami kis könnyedet? Vagy megterhelted magad? A kovásztalanságra azért hangsúlyt helyezek időnként. Hát kovásztalan.
a tönkőlapocskáimat megkentem házi diókrémmel, ami dióval készült, nyilván kókusztejporral készült. Milyen a házi diókrém? Finom? Nem ettem még nagyon finom, picit érdesebb, mint az üzleti, ami ugye krémszerű és ilyen tejszínporral egyebekkel készült. Tehát ebben nincsen sovány tejpor, nincs tejszínpor, nincsenek adalékok, ezért egy picit érdesebb, szemcsésebb. Ettél már diókrémet, jó? De nem biztos még. Nagyon finom. Hát majd a Gábor. Egyszer csinálok meg, és tudod? Hozok. Mm-hmm. Egy kis vaníliás tejben van készítve. Uh-huh. Egy picit érdemes megpörkölni, megpirítani, megsütni a diót előtte, és úgy összetúrmixolni. Fantasztikus ízeket lehet komponálni. Én látom magam otthon, hogy kisgatyába diót pirítok, nem? Aha, és ilyen. Fenyő aztán. Jó, hát nem is az én nagyon nem kellemes tudom. Illat lesz a lakásban egyébként, és ezt asszalt almával fogyasztottam most. De nem mész ma kapálni, ugye? Nem, de én rendszeresen sportolok. Gábor nagy sportember. Főleg nyomod. Gábor meg régen is, versenyszerűen, ugye? Te sportoltál. Versenyszerűen nem, amatőr szinten, de súlyemeléssel foglalkoztam, különböző, hát fotballal foglalkoztam is. Egyébként figyelem magam, hogy amióta váltottam, az erő mennyire változik, és nagyobb súlyokat nem emelek, mint annak idején, amikor húst fogyasztottam, de sokkal erősebb lett a kitartás. Már sokkal hosszabb távokat tudom. Az ember szikárabb lesz, de úgy gondolom, hogy valamilyen szinten hosszú távon erősebb, és ha már a hosszú élet titkáról beszéltünk, azért emlékezzetek vissza, hogy a hosszú életű népek azok nem nagyon túlsúlyos emberek, hanem egy szikár, egyszerű étrenden, növény étrenden élő, ugye az serpák és mások. Pici apró húcú lovakon nyargalásznak, felgyújtják már jurtákat, elrabolják a nőket, és egyébként világuralomra törnek. Minden, amit szeretsz. Minden, amit elennél, ha újra születnél. Igen. Gábor, elmentesövezet@morningshow.hu, ugye ez az e-mail címünk, rengeteg levél jön tovább, és hangsúlyozunk, hogy Gábor próbál a lehető legtöbbet válaszolni. Van egyfajta a fontossági sorrend, hogy természetesen nem tud, mert egy-egy rovat után több száz kérdés, több száz e-mail jön be, de Gábor válaszol. Egy hét múlva nem vagyunk, hiszen május első, úgyhogy két hét múlva hozd majd a diókrémet. Két hét múlva, Gábor, imádunk, szeretünk, köszönjük szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Itt voltál, mi pedig hármasugrás, játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Hello, Anti! Igen. Anti, Antal? Nekem Antal van írva, de lehet, hogy az Antit jobban kedveled talán. Hát talán az Anti, inkább családi körben pedig Tony. Tony? Hi, Tony. Tony Soprano. Hi. Tony, honnan hívsz minket? Hát most éppen az Ősvezértérről. Egyébként a 17. kerületből indultam a mai nap reggel. Ó, de jó, hogy nem 18. Az igen. Igen, egy nyomdahibával meg lett volna a 18 is. Mit csinálsz, mit dolgozol? Mérőket olvasok le közszolgáltatónak. Gázórákat egész pontosan. Hoppá. De teljesen korrekt, hogy fotóval alátámasztva. Az ott fontos. Egyre ritkább manapság ez. Ugye hallunk ezt azért, igen. Egyre sűrűbb szerintem. Hál' Isten. Sokan lopják még a gázt? Találkoztok ilyennel? Vagy azért ez is ritkul? Oda általában aztán nem jutunk be. Ja, hogy ott aki tisztában, szerintem aki tisztában van vele, hogy mit csinál, az nem szereti az ellenőrzési jellegű. De egy évben egyszer van egy kötelező leolvasás, nem? Tehát egy évben egyszer mindenképpen be kell jutatok. Hát ez egy érdekes dolog. Szerintem oda is vissza is lehet hallani dolgokat róla, hogy lehet, nem lehet, magánterület, nem magánterület. Uh-huh. Még ez is érdekes kérdés, igen. Igen, mondjuk gázt, ezt nehezebb lopni szerintem, mint villanyt. Hát megszerelik a gázórát, relé, lassítod, ide átteszed, annyi trükk van már. Honnan tudsz te egyet? Figyelj, szerintem még 4000 forint a gázszámlám januárban. Az éves. Igen, az éves, igen, és abból még leírnak, mert túl nagy az általánydi. Milyenek a kérdések, Jani? Hát azt mondja, hogy nézem. Az első, ez könnyű, a második, harmadik szerintem lehet, hogy picit neccesebb lesz. Meglátjuk. Felkészültél? Na figyelj, így szól az első kérdés, dedikált Egér Alátétért. Mivel jelzik a bíborosok az új pápa megválasztását a Vatikánban? Fehér füsttel. Így van, ennyi. Kiváló. Mehetünk tovább? Persze, ugorjunk. Így szól a második kérdés, dedikált Egér Alátétért. Milyen növény Írország egyik legismertebb jelképe? Lóhere. Így van. Egészen pontosan a három levelű lóhere. Igen. Jöhet a harmadik kérdés? Nem, szerintem játszunk. Szerintem meg tudod csinálni. Köszönöm, Feri. Tényleg jó, mert én érzem. Én meg szoktam érezni, hogy jó valaki. Igen? Igen, azt szoktam mondani, hogy csináld meg, aztán elbukja. Aztán ez szokott lenni. Nem könnyű a harmadik kérdés, lehet, hogy meg kéne állni. Na mindegy, megnézzük. Így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Ki Magyarország egyetlen hétszeres olimpiai bajnoka? Egerszegi Krisztina. Ez egy
kemény kérdés volt. Annyira kemény, hogy... Ő ötszörös Gerevics Aladáról van szó, ő minden idők sikeres. Tudta. Te mondod Feri, hogy tovább kell menni, hogy tovább kell menni. Tudta, csak kapkodott, mert igen. Egy nem várt semennyit, és azonnal az egérkét rávágta. Hallgass Balira, ez egy nehéz kérdés. Nem, most haragszom rád, ezt meg tudtad volna csinálni. Igen? Ezt ő igen. Próbálod menteni. Nem. Szerintem ebben a koreleges stresszben nem biztos, hogy beugrott volna a Gerevics úr. Na hát, ha egy boom, jó? Mennek az ajándékcsomagok, figyelj, indítjuk a boom szoftvert, tiki-taki. Boom! Aj, de szép volt! Azt a mindenit neki! Aj! Hopszi a főgáz épület! És belobbant a tigáz is. A rohadék nem jelez. Nálatok valami? Semmi. Julinál valami villan, de... Hát jó, hát egy új lány mit akarsz? Ez kevés. Neki mindenki villan. A szemfogába. Igen. Ha, nem adott a szemét. Hát, így járt, minden játszottunk. Antikám, köszi a játékot. Köszönöm szépen nektek is, sziasztok, további szép napot. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Régen adott a szoftver, gyerekek, nem? Régen már nagyon. Már XP alatt fut, ezt is cserélni kell. Igen. 2 perc a pontosan, 9 óra, itt vagyunk a hírek után. 9 óra, 11 perccel, hello, mindenkinek jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Együtt hárman, Gábor már elment, de mi itt vagyunk. Néhányan még mindig szerintem támadják ezt a rovatot, és valahogy úgy a saját lelkiismeretük elleni támadásnak veszik, vagy beszélgetünk itt érzékeny dolgokról, és utána már olyan hangvételű SMS-eket kapunk, ami azzal ér fel, mintha mi bárkit is bántottunk volna. Én szerintem ilyenkor ilyen lelkiismereti kérdés, hogy úristen, ez az ember hol él, meg így nem lehet élni, meg nem eszik egy jót, meg biztos, hogy éljek 50 évig, de legalább ha egyszer eszem egy jót, úgyis elült a villamos, meg akkor nem baj, de legalább éljünk jól. Szóval, hogy tök másról szól ez a rovat szerintem. Ez egy választási lehetőség. Igen. Rajtad áll vagy bukik, hogy ezt az utat járod, vagy beépíted ezeket az információkat az életedbe, vagy nem. Arra érdekes egyébként, pont tegnap olvastam erről egy cikket, hogy egy edző írta, hogy őt nagyon sokan megtalálják olyan levelekkel, amikben arról győzködik, vagy arról próbálják őt meggyőzni, hogy miért nem sportolnak ők. Hogy miért nem jó a sport. Igen, vagy, igen, hogy, aha, mint igen. Nyilván mindenki a saját igazságérzete alapján hallgatja ezt a rovatot, és ha valami olyat hall, ami kicsit bántja, vagy nem tetszik neki, akkor megpróbálja valamiért megmagyarázni, hogy miért hülyeség. Vagy hogy miért nem jó, vagy hogyha jót is mond, biztos hülye, aki mondja, és akkor így talán egy kicsit könnyebb azt elviselni, hogy én nem így élek, vagy nem ezt csinálom, vagy talán nem akarok, vagy nem tudok annyira egészséges lenni. De hogy ez szerintem nem erről szól. Tehát nyilván, ha az ember tudatában van ennek az információnak, és tud rendszerben gondolkozni, megismeri a saját testét, akkor sokkal jobb dolgokat tud csinálni. Ugye mindig rendszerben vagyunk, ha azt nézed. Tehát rendszerben van a természet, rendszerben van a kozmosz, a négy évszak, minden változik a hold, tehát mindennek van egy rendszere. A testednek ugyanígy van egy rendszere, egy konkrét rendszer alapján épül föl. Ha ezt megismered, uralod, irányítod, segíted, akkor együttműködsz ezzel a rendszerrel. Ha csak használod, és csak kiélvezed azt, amit ad, akkor egy idő után nyilván elkezdesz a rendszer ellen dolgozni, ami 30 évesen még talán nem is akkora baj, de nyilván látom idősödő ismerősökön, barátokon, hogy 40-45 év fölött viszont már minden egyes évnek értéke kezd lenni, és elindul egy ilyen fura gondolkodásmód, hogy jaj, de jó, még legyen 20 vagy 30 év. És pont a Dalai Láma idézete jut eszembe, akit egyszer megkérdeztek, hogy mi az emberiséggel kapcsolatos legnagyobb meglepetése. Hogy mit tart a legnagyobb meglepetésnek, hogy miért nem érti az embereket. És nagyon érdekes dolgot mondott. Hát azt mondta, hogy a legfurcsább az emberben, hogy feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Ez volt a mondat első fele, hogy feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen, és aztán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És mondta, hogy ezt egész egyszerűen nem érti, annyira izgatott a jövő miatt, hogy elfelejt a jelenben élni, és tulajdonképpen kialakul egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben, úgy él, mintha soha nem halna meg, és aztán tulajdonképpen úgy hal meg, hogy soha nem élt, mondja ezt a Dalai Láma. És ez egy nagyon nagy igazság, nem? Hogy mindig aggódsz valami miatt, nem vagy a jelenben. Azt gondolod, hogy te nem leszel beteg, közben aztán nem is élsz igazán, meghalsz, és közben meg nem éltél. És egy idő után a megkeresett pénzedet kezded el visszaforgatni arra, hogy te újra egészséges akarsz lenni. De először feláldoztad, hogy legyen sok pénzed.
gyógykezelésekre a kis és utána elkezdted a megkeresett pénzt visszaszedni azt, ami ott volt, és a tiéd volt, csak akkor nem volt fontos. Ahelyett, hogy védenéd, és megtartanád az egészségedet később valamivel, mert elmeszelni, megpróbálsz meg odafigyelni ezekre a dolgokra. Nyilván ez egy generációs sajátosság. Tehát egy 25 éves nem érdekli. 40-50 éves, aki elkezd azzal barátkozni, hogy úristen, egyszer elmúlunk, hogy mulandóak vagyunk, hogy látni akarom még ezt vagy azt, hogy megélni, és minden pillanat elkezd fontos lenni, az nyilván jobban odafigyel. Hát mi is többet mélázunk már arról, hogy mi lesz 20 év múlva, mint mondjuk 25 évesen, mert nem érdekelt. Jöttél, mentél bulisztán. De nem, holnap hajnalról mélázol, hallod, de ne akarja még 20 évig mélázni, Istenem, te most a hónap hajnalon mélázzál. Neked az a dolgod. De nem így van, hogy minden egyes elteltével egyre jobban értékelsz pici értékes dolgokat, mert szembesülsz előbb-utóbb, és a mi generációnk szépen lassan szembesül azzal, nyilván 40 évesen még nem ezen gondolkozom minden nap, de hogy nem tart ez a dolog örökké. És előbb-utóbb ennek egyszer el kell múlnia. Hát akkor miért ne legyen értékes az, amíg van? Ki tudja, meddig van? Meddig tart, mennyi adatot meg? Hát ezeken szerintem előbb-utóbb mindenki gondolkodik. Jó, azért csak halkan mondom, hogy ti ne kezdjétek el ostorozni azokat, akik ostorozzák a Gábort, mikor ti ostorozzátok azokat, akik kolbászt tesznek meg vízét, sonkát, érted? Hát ki az a Dalai Láma? Nem, a Dalai Lámának nem, jó, az tök jó. Annyira megtekertet, hallod, mentem veled egy ideig, de leestem. De értem, mit mondasz. Tehát, nyilván, aki meg annak az életmódnak a híve, az annak ez nem tetszik, elmondja a véleményét. De tudod, hogy én alapvetően én egy hedonista beállítottságú ember vagyok, én csak azt mondom, hogy azokat a kis információkat, például amiket a Gábor mond, én inkább az aranyközépútnak a híve vagyok. Tehát, iszonyatosan, te hedonista vagy, igen. Abszolút. Persze, Mr. Köves, Mr. Hajdina, akármi, de hogy ezek Herköves. A dolgok jók is. Igen, Herköves. Hogy azért ezek a dolgok, ezek jó dolgok is, tehát nem csak, hogy egészségesek, mert hogy egészséges, ez nem feltétlenül rossz. Picit jó pofáskodtunk az előbb, meg így humorizálgattunk, hogy minden rossz, ami lugosít, és minden jó, ami savas. Picit túlzással azért, mert például a Köles is, meg a Hajdina is tök finom, hogyha jó készíted. Tudom, azok az orgiák, amiket te csinálsz, azok a hétvégi tofu orgiák, és Hajdina orgiák, az elképesztő. Két végén égeted a gyertyát. Marha érdekes egyébként, hogy szintén tegnap olvastam egy cikket erről, hogy pont erről szólt, hogy valaki iszonyatosan ostorozta a szóját. Hát, hogy a szója, és a szója, és az méreg, és hogy elpusztít, és hogy a szervezetet, és az emberek, és a rák, és akár. Elfelejtjük például azt, hogy a japán társadalom, pontosabban a japán étkezésnek gyakorlatilag több száz éves kelléke, alapanyaga a szója. Gyakorlatilag egy olyan nemzetről beszélünk, ahol az átlag életkor 80 év felett van. Tehát, hogy azért nem szabad minden felett egyértelműen pálcát törni, meg minden egyes cikket, meg minden egyes olyan kis eszmefuttatást készpénznek venni, ami valamit támad. Jó, ott valami a szervezetben, igen, van, azok mérgezett halat is esznek, azt megvannak. Tehát ott valahogy mégiscsak elvannak. Jó, hát a szójánál is jön, hogy ösztrogén tartalmaz, meg ösztrogén dominanciát okoz, tudod, tehát van egy csomó minden, de mindegy is. A Hofi mondta, hogy szója az orvosnak, hogy befosta. Tudod, tehát neki nagyjából ez volt a véleménye. Ez volt a véleménye a szójáról konkrétan. Na, nagyon sok minden van az utolsó órában. A legfontosabb, hogy harcba lehet szállni egy páros belépőjegyért a VTCC futamra. Ugye ez jövő héten van, jövő héten a Hungaroringen rendezik a VTCC futamot, Mihelis Norbi, reméljük, hogy talán hazai pályán talál magára, nem is neki kell magára találni, az autónak és Norbinak kell még egy kicsit jobban egymásra találni, illetve az autónak önmagára. De Norbit a hazai közönség mindig nagyon dopingolja, és szeretnénk egy hallgatót eljuttatni. Ugye? Ma is, holnap is van egy-egy páros darab VTCC belépő jegyünk. Egy darab kérdés, SMS-ben kell rá válaszolni, és tulajdonképpen adás előtt, vagy adás vége előtt sorsolunk valakit. És azért különösen ugye? Fontos, ugye a Magyarországon rendezett VTCC, mert itt Norbi szokott nyerni. Igen. Itt bizony, már ez, hát volt. Ez neki hazai pálya. Jó, úgyhogy elhangzik a kérdés, az SMS számunkat mindenki tudja, gyorsan egy válasz, 9 után 50 perccel valaki ott lehet. Már hogy még nem ott, csak fölhívjuk. Aki mehet, csak még nincs verseny. Fáradt vagyok, még 6-szor többet mondok, mint kell. Hányos a rajtszám a VTCC-ben Mihelis Norbinak? Ennyi. Tudjuk? Fogalmam, én. De a VTCC rajongók tudják. Tudjuk, de és egyébként ahol van internet, hogy gyakorlatilag a kettő darab kattintással el lehet érni az oldalt, ami meg lehet nézni. Így van. Tehát hányas rajtszámmal versenyez a VTCC-ben Mihelis Norbi? Jó? Ez a kérdés, aki tudja, ott lehet. Nyilván olyan írjon, aki szeretne menni, jó neki a jövő hét, és van kit vinnie, mert hogy páros belépőjegyet lehet nyerni. És ezt egyébként még holnapra is, vagy holnap is sorsoljuk. Mi van? Ja, ne, ez Jani, nyomj le Kölesre 8 óra fizikai munkát. Tehát valaki ezt írta, jó, le lehet vele nyomni. Csak azzal nem lehet. Főleg, ha még elé van egy kis pörkölt is.
Na, ugye zajlik tovább a nevezd be a főnöködet játékunkat, ugye még folytatjuk bőven, holnap is, meg még a hét elején is. A főnököt föl kell ültetni egy helikopterre, el kell nekünk küldeni a helikopterrel, leszedjük a gépről, beszélgetünk vele kicsit, kizsarolunk belőle dolgokat, majd felültetjük egy műrepülő világbajnok mögé, és kicsit megreptetjük. Két opció van, van a jó főnök, meg a rossz főnök. Így van. Ugye? Tehát amit kértek, olyat kaptok. Ha jó főnök, és megérdemli, akkor élményrepülés, a rossz főnök, akkor meg oda csapkodjuk egy kicsit erre-arra. Bizony, morningshow@classfm.hu. Jó, ez az e-mail címünk, itt lehet a főnököket benevezni. Jövő egy szerdán pedig egy ilyen kis családi repülő napot tartunk mi a Budaörsi Reptéren. Ingyenes rendezvény, B25-tel repülnek hallgatók, Alfa Jettel repül Jani, azon mint remekül fogunk szórakozni. Ketten biztos. Én is tudok majd róla mesélni, ha kinyitom a szemem. Tegnap megint ültem egy értekezleten, ahol elmondták, hogy egyébként 20 perc pihenőidőt számoljunk rá, ha leszállsz a gépről, és ez tök komoly, hogy te ott hogy effektíve 20 perc neked az, hogy te nem leszel adásban. Ott a levegőbe csaptam. Fenyírik a pilóta fülket teteje, kiemelnek, leraknak a gyepre, gép el, én meg igen. Nem, hát előtte hoznak egy domestosos vödröt, tudod, kicsit átcsikálják a gépet. Ez a szorítós ruháit kell ráadni. De ez pilótától függ, hogy akarja vagy nem. Akarja, hát minden hát esetre föl. Mi jól szórakozunk. Besenyeivel egy repülést egy hallgatónak lehet nyerni majd egy későbbi időpontban, a helyszínen másik pilótával repülhet szintén műrepülő, tehát ott a hallgatók közül kiválasztunk egy valakit, aki szintén beülhet a műrepülő világbajnok közé, és repülhet. Kerékcsere szimulátor, Mihály Norbi elmegy vagy valakiért, egy budapesti hallgatónkért, és odahozza a helyszínre, az is lesz. Jó, de jó. Dögös kocsival? Valami dögössel. Én imádnám egy Skoda 100-assal. Nagyon nagy lenne. Szia, Norbi vagyok, gyere ülj be. Igen, az ő autójának egy ilyen hétköznapi autóval, autónak megfelelő autóval megy majd. Úgyhogy jó lesz, helikopterre megyünk a főnökért, a másnapi repülőgépekből kiállítás a földön, közben lesz repülősó ott délelőtt, úgyhogy nagy mulatság lesz, és mi is ott leszünk üveg. Janinál lesz ajándék, bár ő ugye a repülés után nem fogja tudni osztogatni. Persze, de majd vegyétek le a testemről. És húzzátok ki a sebben. Mindent elmondtunk, jól van. Na, és még mindig nincs vége az ajándék dömpingnek. Na, ne csinálj. Bizonyám, mert hogy holnap, vagyis igen, pénteken. Ugye holnap? Az holnap, a csütörtök van. Péntekem a holnap. Kösz. Sorsolunk egy meet and greet-et. Jelentsen ez bármit is. De jó! Meet and greet-et. Egy meet and greet lehetőség, gyerekek, vagyis találkozhatsz, üdvözölheted, megölelheted. Robbie Williams-et! Ne! Elmondjad már! De nem. Kamuzol. Nem. De. Igen, akkor igen. Meet and greet lehetőség Robbie Williams. Az nem a legnagyobb dolog, ne hülyeskedj. Most a legnagyobb sztár, aki szerintem ebben az évben jön, nyilván még van más előadó is, akire így föl-föl csillanhat a szemünk, lesz ugye Kylie Minogue, meg mit tudom én, de hogy azért nagyon Robbie durva koncert, az maga önmagában nagyon jó, ugyanis, ahogy meghirdették az eseményt, egy nappal után egy darab jegyet nem lehetett igen kapni. Ez de most valami swinger jön, nem? Tehát nem a swinges buli. Swinger buli. Ha sokan vannak. A swinger az nagyon. Mindenki együtt csinálja. A swinget nagyon bírja. Szóval ez csak holnap lesz, csak már mondom, kicsit belógatva, hogy természetesen a meet and greet nem arról szól, hogy találkozol vele, megöleled és hazamész, hanem értelemszerűen utána megnézheted a koncertet. Na, nem csak, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy ebbe ennyi volt és hazamegy. Köszönjük, fotó. Szevasz. Tehát ott maradsz és megnézed. És ez is páros. Tehát ez komor is páros. Viki még nem tudja, vagy van több lehetőség is? Nem, nyugi, meg egy beépített ember elé nyerem meg, nálam. Le van ez zsírozva. Jó, aki érdekelt a dologban, majd jönne Robbie Williams koncert, az pedig holnap figyelje majd a Morning Show-t. Szintén egyszerű lesz a játékmechanizmus, egy kérdés, és már este ott vagy Robbie karjaiban. Az nagyon komoly. Kötelező jelleggel kérünk szépen majd a nyertestől egy fotót, amit felrakunk a Facebook oldalunkra, amit jelenleg 249.875-en lájkoltak, de lesz az 250 is. És mi nem vásároljuk. Egy fotót kész Robiról? Így van. Mindenképpen majd a nyertessel. Mutasd ezeken a meet and greet-eken egyébként lehet is, nem tudom, hogy mennyire komoly a szabályozás a Robinál, tehát van, ahol megszabják, hogy hány fotót lehet készíteni, meg hány autogramot lehet adni, lehet, hogy a Robinál akár többet is. Mi van, megfogod a fenekét? Szerintem ő imádná. Mi van, hogy ez a fotónál oda, ez kiborulna? Inhő egy gyulladás, lesz olyan kemény. Ha, mi 120 kilót csávó. Ez is igaz. Volt ma, ami koncert előtt, most nem tudom, milyen formában van, nyilván egy éves koncertúrni előtt, de hogy picit azért, hogy elengedte magát. Vagy még szájon csokolod, erre kiborulnak? Hát szerintem ő nem. Szerintem ő nem, a menedzsment biztos. Igen? Mindig a menedzsment reagálja túl ezeket, nem a külföldi menedzsment
kiderül, hogy mind az állat tök jó arc. Feleség, barát. Lehet, hogy ő is. Mert általában az, hogy kiderül, hogy mire odaérsz, addigra kiderül, hogy tök jó fej. Közvetlen, csak mire átverekedett magad a menedzsmentjén, meg azokon az ajtókon, amik ugye nyilván azért vannak zárva, hogy ne jusson el hozzá mindenki, az a nehéz. Ha már ott vagy, akkor kiderült halállazánk az esetek többségében. Ő lazán kezdődő ilyesmit, mert volt a Knebworthy koncert, ez azt hiszem 3 napot játszott, és ott van ugye a She's the One című dal alatt mindig fölhívott valakit, és nagy csókolózásba csaptak. Azt, hogy beépített voltál a csaj, vagy nem, azt nem tudjuk. Nem, ott nem volt beépített. De szerintem se az volt. De most már nagyon odafigyelnek erre a biztonságok, és ugye azt látjuk, hogy valaki a szája az emel egy ilyen kis tubust, és azt csinál egy ilyet, azt rögtön kiemelik a tömegből, mert már számítanak rá. Mi van akkor, ha mondjuk rockstar lennék? Igen. És én is csinálnám ezt a színpadon csókolózást. Fölhívnék egy nőt, és rájössz, hogy valami olyan brutális, nyitott gyomorszájjal hív megöleled. Megöleled? Megöleled. Tehát ott már tudod, hogy erről szól az a pillanat, hogy ott Robi csókolózik. Tehát minden koncerten csókolózik. És ott áll melletted a lány, és rájössz, hogy egy élő dökút van a szájában. Mivel? Egy működő dökút. Én azt csinálnám, hogy... És ott állsz, és vár ott téged 40 ezer ember, hogy most jön a csók. És rájössz, hogy nem bírod. Figyelj, én... Mindig jó csajokat hív föl, de hát azért egy jó csajnak is lehet gondja a pH-val, nem? Lehet, lehet. És rád nézi azt, hogy hello, Robi, és abban például rájössz, hogy ilyen denevér rajok repülnek ki a szájából. Hogy akkor mi van? Hát akkor gondoljuk tovább a dolgot, akkor te rockstar lennél, akkor gyakorlatilag olyan emberek vennének körül a zenekarban, akik most is kb. Akkor én intenék hátra a dobosnak Garami Gáborra. Gyerek, Gabikát, gyere, 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 ki a főnök én, ugye? Kácsi, tudod, lesz, ha előre jössz. Hát olyan, amikor itt volt a Robi legutóbb, akkor a gitárosok, volt egy erőszajú gitárosa. Masszívan csajoztak, és úgy lehetett Robihoz eljutni, hogy a gitáros megmondta a szálloda aulájában, ismertem néhány magyar kislányt, akik mindent megtettek azért, hogy eljussanak Robihoz, de elakadtak az őszajú gitárosnál. Nagyon jó, gyere összehozlak Robival, semmi van. Fölviszlek. Először egy picit velem, és ha velem, akkor bent vagy a Robinál. A kislány elment, hogy kicsit vele. És soha többet nem és a büdös életben. És a büdös életben nem. És a büdös életben nem. A Robi, ez konkrétan megtörtént. Hát a stábunkban dolgozott az a lány, aki csókolozott a Robival. A magyarországi koncerten az a mi stábunkban dolgozott. Hajni volt. Ugye? Hajni csókolozott a Robbie Williams-szel. Most nem Hajniról beszéltem, hogy egy működő dökút. Csak hogy mi van ilyenkor? Miért már bezárt? Bocs, Hajni! Nem a Hajniról beszélt, csak mi történik nekünk ilyenkor? Nekünk eszünkbe sütött, de most, hogy így... nem róla beszélek. Csak ott állsz, kinézel, mindig jó csajokat hív föl. Tehát, hogy azért ő arra nagyon figyel, hogy legalább csókolozni jó csaj jön föl. Kinézel egy bombat, szőke, bögyeset az első sorban, fölhívod, és vége Magyar, van. Szerintem a menedzsmentből választja ki valaki. Nem, azt, nem. Ami, biztos, hogy már megy a oda koncert. Odaállítanak 30 statisztát. Megy a koncert, és már szerintem már stírolik a tömeget, hogy a főnökek valami, igen, mert tudják, hogy az állásukkal, persze, állásukkal játszanak. A lakmuszpapírra a pH értéket mérnek a szájban, nem? Hogy kinek milyen a pH értéket. Nem mehet. Oda menek hozzá, és azért, szia, mondd egyszer, és azt, hogy ha hota. Tudod, hogy könyvbe lábad a szemed. Azt úristen. Mondd egyszer, honolul. És bevilágítasz az ábra, és fejjel lefelé ott lógnak a denevérek. Igen, és egy csontvász fekszik a sarokban. Egy kincses láda mellett, és kampó keze van. Nem, én is sok Robi koncert DVD-t nézek, pont arról a turnéról, amikor ugye ez volt, hogy Robi csókolózik, és ez így valahogy mindig eszembe jutott. Te választanál. Te biztos, hogy ebből négyet olyat választanál. Nem, használnál. Nem, de az mind? A baj, valakire rámutatnék, és biztos, hogy a mögötte lenne. Én megyek. Jövök. És ott már ciket, nem. Igen. Félrefelé se lecsegne a lépcső. Igen. Három menne, mellel lenne, kopasz lenne. Igen. Na jól van. Szóval van egy magyar vonatkozása ennek a Robbie Williams hírnek, mi szerint, ugye, magyar gyerekek énekelnek majd egy dalban mögötte, ha jól mondom, ugye? Van egy alsóosztályos énekzene tagozat, és állítólag ők énekelnek majd a holnapi koncerten Robi mögött. Igen, egy dalt, nyilván egy nem dal, végig, aha, tehát nem arról az, hogy egy dalt megtanultak a gyerekek, és egy magyar gyerekekből álló kórus énekel. Ez egy tök jó promóciós dolog egyébként, nagyon ügyesen csinálja a menedzsment, hogy minden országból ugye megversenyezteted, aha, az iskolákat, és akkor... idézőjelesen, és akkor valaki, igen, valamelyik iskola bejut. És akkor az a tanárnéni, na gyerekek, megadom kis kút, kerekes kút van az udva. Valami gyorsan, ez van egy triangulum. Tibi, gyere majd ide. Mi van ilyenkor? Jók, ott áll majd 20 megszeppen gyerek, de, és igen, gondolj, és ott állsz egy aréna előtt, és énekelsz mondjuk 10 000 ember előtt. Hát azért az nagy dolog egy gyereknek. Óriási.
Nem? Hogy mondjuk egy angol dalt fognak énekelni. Lehet, hogy az lenne szerintem hát a szuperebb, hogy a Robi tanulna meg minden egyes alkalommal. Igen. Hát Freddy is elnyomtat a szükségvizetár, azt milyen jó volt. Úristen, megint hova megyünk? Tájföld, utána Finnország, utána izét tűzföld, a Jézusom, Peru. Figyelj, a Robi jó arc mindenhol megtanul, legalább azt, hogy Hello Budapest. Mondjuk az, azt szoktam. Igen, hát ugye, az nagyjából ugyanúgy szól angolul is, mint magyarul. Tehát azon nincs mit nagyon tanulni. Néha mondjuk Hello a Bukarest. Hogy lesporolja, és csak annyit, hogy Hello. Ki volt az, aki kijött, és azt mondta, hogy Hello Bukarest, az Eros Ramazotti, vagy ki volt? Azonnal, az első mondat. Hello Bukarest, így, és így áll 10 000 ember. Emlékeztek? Most volt egy éve, vagy két éve, talán Eros Ramazotti. Kijött, csajok, sikít, mindenki, hello, jó estét Bukarest. Az nem szimpatikus, nem? Meghallgatott, szereted, éppen 20 rongyot adták ki, hogy meghallgass, de azért nem esik jól. Ott egy pára biztos összekaparták az idegen nyelv tudásukat. Na, itt van velünk az ének tanára, annak az alsó tagozatos kis csoportnak, akik énekelnek Robi mögött. Hello Ági, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit én is. Hello Ági, tudom, hogy... Igen, tegeződni szoktunk, tudom, hogy pasiként nem illendő ezt felajánlani, de mindenkivel tegeződünk. Elfogadom, tudom. De drága vagy. Ági, te tanítod a kis gyerekeket az alsó tagozatban, akik énekelnek holnap Robi mögött? Igen, igen, ez egy énekzene tagozatos iskola, és itt minden évfolyamon van egy zenei osztály, és őket én tanítom énekre. Hányan? Ebben az osztályban 27-en vannak, de a Robbie Williams koncerten 20 gyerek fog énekelni. De jó, ti már csak így, hogy Willy. Aha, Willy. Hát, bocsánat, nem áll, de vigyíteni kell. Zírom, jó, Willy. Mit akartak kérdezni? Leszidoloztad már az ünnepi triangulumot? Mit, megkaptátok a dalt, és azt mondták, hogy ezt kell megtanulni, vagy választottatok? Nyilván ennek kevesebb az esélye, gondolom ezért szervezettebben ment, nem? Így van, felkérés történt, miután Robbie Williams úgy koncertezik, és ennek Budapest az első állomása, tudomásom szerint, igen, hogy a műsorában van egy 3,5 perces dalocska, ami gyerekekkel énekel, és ezért ő kért 28 és 10 éves korosztályú gyermeket ahhoz, hogy együtt énekelhessen velük. Ez egy helyzet volt, mert hogy ide jár egy ikerpár, akinek az édesapja annak a koncert irodának a vezetője, aki meg volt bízva ennek a koncertnek a vezetésével, és miután ez egy énekes iskola, gondolta, nem keres tovább, felajánlja. Micsoda véletlen, papa azt mondta, hopp, már meg is van az az iskola. Hát, most van. Nagyon szép, de és ez tetszik, hogy ez ennyire vállalod. Az én gyerekem járna énektagozatba, és hozzám jutna be, mint promóter a felkérés, hogy Robi keres egy osztályt, nem mennék tovább. Legyünk őszintén, nem? Papa gyorsan castingolt egyet, rájött, hogy azért van némi érdekeltség. De a gyerekei nem ebbe az osztályba járnak, azt hozzá kell tennem, az ő gyerekei nem ebbe az osztályba járnak. Na, ő egy másik osztályba, de az iskolának szólt a kérés. Na, igen, a Gregor József általános iskola, jól mondom, ugye erről van igen, szó? Igen, igen, igen. És akkor a gyerekek énekelnek, a mama meg csokolózik Robival, vagy mi a... Hát ezt nem tudom, a mamák többsége sajnos otthon marad, itt mindössze pár mama fog ott lenni, és hallgatja a gyermekét. Ők az arénában szó szerint egyedül lesznek Robival. Robival, miközben ezt a dalt éneklik. Sági, te is mész? Neked kell vezényelni a 20 gyereket? Nem vezényelek, én csak valahonnan oldalról nézem őket. Ők a Robival együtt fognak énekelni, vezénylés nélkül, gondolom majd Robi integet a fejével vagy a mikrofonjával. De helyes, ez helyes. Tudja Robi, hogy mi, ugye kutya van ott, gyerek van ott, már mindenki zabálja, nem? Tehát ez igen, jó, igen. Jó rendszer. Igen, most ott van az osztály egyébként? Igen, itt vagyok az osztályban, óra van, énekóra pontosan. Igen, de 15-20 teljesen csöndes gyerek ül. Hát nekünk a tanár egy pillanatra elfordult, és már fejen állva dobáltuk, és nem tudom mit, ott ül 20 gyerek néma csöndben. Hát ez nagyon jó kis suli ez. Ez nagyon jó kis suli, és nagyon jó kis osztály, és itt fegyelem van. Énekeljenek már egy részletet a dalból. Mindenképpen, persze. Igen, meghallgatjuk. Csak van ott egy gyerek, aki beszél? Igen, itt van a közelemben Alexa. Na. Ő neki odaadom akkor most a telefonot. Na, add egy kicsit Alexát, és utána meghallgatjuk. Amit megbeszéltünk, Alexa. Különben nem is sehol volna. Jó napot. Hello, Alexa. Szia. Hello. Alexa, mit csinálnak a többiek most, hogy ilyen csöndben vannak? Az osztályba ülnek, mert Ági néni kérte, hogy maradjanak csöndben. És hogy kérte? Szigorú Ági néni? Szigorú? Ági néni szigorú, vagy olyan kis kedves? Kedves szokott lenni. Mit mondaná? Ritkán csap az asztalra a lovagló ostorába. Igen. De akkor nagyot. Figyelj, Alexa, hány évesek vagytok? Mekkora alsó tagozat, azt tudom, de hogy azon belül? Én 10 vagyok, általában a többiek is 10 évesek, de van már 11 éves. Na és milyen lesz a holnap? Hogy képzelted?
Én nagyon izgulok, de szerintem az nagyon jó, hogy felléphetünk Robbie Williams-szel. Mm-hmm. Én szereted egyébként Robbie Williams bácsi zenéjét? Robbie Williams bácsi? Neki is. Robbie Williams bácsi zenéjét. 10 éves, de lehet vele normális. De Robbie Williams bácsi egy kicsit idősebb. Szereted Robbie Williams bácsi zenéjét? Bírod a srácot? Én szeretem, de a szüleim jobban ismerik őt. De anyám full szerelmes belőle. De én inkább szepultúrás vagyok. És imádom a gold metalt. Figyelj, te is benne vagy a csapatban, aki énekel? Tehát az egész osztály? Vagy vannak, akik énekelnek, és vannak, akik csak mennek, és nézik az osztály maradék részét, aki énekel? Én is benne vagyunk, 25-en vagyunk, de csak 20 gyerek énekelhet. A maradék öt az kevésbé van megállt a zenei vénával, vagy ennyit kértek? Ennyit kértek. Aha. Mm-hmm. Na jó, van, meghallgatjuk ezt, jó? Alexa, angolul énekelte, gondolom, egy angol dalt kellett megtanulni, ugye? Igen, angolul kellett megtanulni. Mm-hmm. Hát akkor az lesz, amit mondtál, hogy nem a Robi tanul meg minden országban egy dalt magyarul, hanem a lustább verzió, a gyerekek tanuljanak meg angolul egy dalt. Jaj, nagy játékos ez a Robi. Jó, bele tudunk ebbe hallgatni? El tudjátok énekelni? Szerintem igen. Jó, akkor uh-huh. Add vissza nekünk egy kicsit az Ági nénit, jó? Oké. Ügyes legyél holnap, drukkolunk. Köszönöm. Szia. Csapja fenekére. Igen, itt vagyok. Hello, Ági. Bele tudunk egy kicsit hallgatni, csak hogy szól? Nyilván körbeállnak téged, vagy ugye egy helyre összegyűlnek, oda tartod a telefont, hát nem mondom, hogy holnap ugyanez a hangosítás lesz, de hogy kicsit így, hogy most szól egy kis segéd, amit beállítja, mert mi ezt ugye úgy tanultuk, hogy YouTube felvétel alapján, mert itt ugye belépni, kilépni, hang, minden, hogy odafordítom az úgy jó a telefont a gép felé, és akkor onnan jön meg az osztály felé, és onnan akkor szerintem vehető, nem? Ja, abszolút, persze, hát ez nyilván csak egy hangulat. Nem tudom, milyen minőség, de akkor elkezd menni, ugye azt ráénekeljük. Persze, jó, nekünk az a fontos, az ének. Csak úgy kezdjétek el, hogy finoman vezényeljünk, belehallgatunk, jó? Hogy szól? Jó, egy pillanat, csak mindjárt összedugás még nem történt meg, úgyhogy... Óvatosan a gyerekekkel. Hát nem, ezt nekem segédem csinálja, én nem tudom igazából mindig, hogy mire hova kell tenni. Van segéden? Segéd. Hát hogyne, ők már jobban ismerik ezt az egész technikát, máshogy van drótozva az agyuk. Ja, a gyerekek közül valaki ott van. Természetesen. Nem is én kezelem. Hát figyelj, mi már analógok vagyunk ebben a digitális világban, Ági, hidd el, mi se értünk már ehhez, megértem. Segéd, 10 éves gyerek úgy ránk ver ebben már, hogy simán. 10 éves, már a 3 éves is. Tudom. A gyerek úgy kezeli nálunk otthon az iPad-et, hogy tanulok tőle. Én meg még marok őket, pattintok otthon. Adon? Itt vagyok. Nagyon szép. Cuki. Imádom. Nagyon jó. Szólózik, Robi. Gyere. Nagyon jó. Imádom. Még? Ó, nagyon jó. Na, még egy utolsót. Nagyon jó. De jó! Hát, de jó volt. Ági, nagyon ügyik vagytok. Tök jó. Tényleg. Mint egy ilyen indulódal, kicsit úgy szólt. Igen, picit azt láttam. Igen. Hát, én cíngett. Nagyon cukik vagytok. Kicsit Robi énekel, kicsit majd a gyerekek énekelnek. Igen, ezt felváltalak. Jól van. Na, ügyesek legyetek holnap akkor. Jó? Drukkolunk. Jó. Megyünk mi is. Megyünk. Köszönjük. Ott, hogy megnézzük őket. Köszi, Ági, ügyesek legyetek. Ciao. Köszönjük. Hello. De helyesek, nem? Aranyosok voltak. Meg életük legnagyobb élménye lesz, az biztos. Gondolod, 10 000 ember elég kimenni énekelni, nem? Még ha csapatban vannak, akkor nem izgulsz annyira.
Ha egyet, igen, csak mindenki arra számít, ha én elrontom, akkor nincs meg gond, mert a többiek még biztos hozzák, és mindenki ér. De hogy is nem, nagyon ügyesek lesznek. Helyesek. Jól van, közben jönnek még a megfejtések ugye a Mihalis-es kérdéssel kapcsolatban. Hányos a rajtszámmal versenyez Mihalis Norbi, így lehet nyerni 2 darab páros belépőjegyet a jövő heti túrautó világbajnokságra, és nem elfelejteni, hogy holnap pedig meet and greet jegyeket sorsolunk Robbie Williams-szel, közös fotó, felékfogás, minden, ami... Opcionálisan, engedi, minden, ami ebbe benne van. Jó, 3-4-10 lesz, 5 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz, 2 perc múlva, hello mindenkinek. Gyerekek, megkönnyeztem, olyan helyesek voltak, írja nekünk egy hallgató. Ú, de cukik, úristen. Kicsit zizilaboros volt. Helyesek voltak, tényleg, ilyen úttörős jelleggel, igen. Elénekelték ezt, de nagyon-nagyon aranyosak voltak. Mm. Nagyon nagy siker a Mihalis játék. Ennyien nagy akarnak menni túrautóvilágbajnokságra? Mindenki ott akar lenni, mi? Ja, ez a dupla ötös, ez az? Nem, mert talán ő küldte el a jegyeket. Ja, hogy igen, hogy mindenki úgy írd föl az időt, 9:43. Csak előttieket sorsolhatunk. Nem, ez a sok 8-as egyébként nem az, amit küldenek. Na jól van, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is volt szó. Ugye vendégünk volt Tóth Gábor, élelmiszeripari mérnök, a sokat emlegetett, sokak által kedvelt, szeretett, sokak által, hogy a szakma egy része által szídott lugosításról, savasításról beszéltünk, kell, nem kell, mi a jó a szervezetnek, mi az, ami savasít, mi az, ami lugosít, mit mond erről a szakma, mit egyen az, aki kicsit szeretne odafigyelni a pH értékre testen belül, kell-e lugosítani, és ha igen, akkor mivel lehet. Erről beszélgettünk, valamint kora reggel kaptunk egy elég fura SMS-t, ami most már jön minden nap reggel, és fura. Fura az SMS írója, furá lép fel, fura dolgokat ír, elrablást sejtünk a háttérben. Uh-huh. Egyetlen pozitívum van benne, hogy engem a Ferének és nekem jön. Is van. Hogy engem akar elrabolni. És arról beszélgetünk, hogy ki milyen fura emberrel találkozott már, az mit akar tőle, követte, lehet-e az, hogy valakit előbb-utóbb valamelyikünket elrabolnak egy parkolóból, és ha igen, akkor hogy fogjuk őt megtalálni? Ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. 7 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság? Hát melyik kerületben van a Gregor József Általános Iskola? Nehogy azt mondja, 18. Na? 17? 17. Hoppá. Az én kicsi kerületem. Ah. Igen? És ugye tudjátok, hogy én a polgármester úrral együtt zenélek, és aztán ezt beszéltük az egyik esti próba. És ő azt mondta, hogy hát ez kiemelkedő jelentőségű esemény a kerület szempontjából, tehát neki beszédet kell tartania. Várja, a Robi koncerten? Persze, tehát Robi felkonferálja, hogy jön a polgármester úr, és akkor elmondja, hogy milyen szép ez az iskola, és milyen aranyosak a gyerekek. Aha. Figyelj, a polgármester úr... Dehogyis, ja, Jézusom, úristen, hol élünk? Kicsit benyaltam, hogy jönnek konferálni. nagyon sűrű zenétek együtt a polgármester úrral, mert picit távolság tart a nexusotok, úgy érzem, ebből a polgármester urazásból. Én a polgármester úrral együtt zenélek. Ti is így szoktátok mondani a best of-ba, így szoktátok mondani. Megadta a tiszteletet. Én nem is tegezzük, magázzunk. Magázzotok? Persze. Megadjuk a tiszteletet. És ő is magázzék téged, vagy csak te őt? De ő magáz, hát én sokkal idősebb vagyok nála. Te tegezed, ő magáz. Az, igen. Az király. Csabi, kérem, jöjjön ide, mit akarsz? Polgármester, egy hanggal lejjebb, basszus. Mit mond Csabi, mit mond, ne arra ugyan? Mondtam, hogy játsz normálisan. Az a legszebb. Amikor te tegeződsz, de téged magáznak. A gyerekek, hát az a leggyönyörű. Mit tolsz, hol? Mikor lész be, te barom? Bocsánat, polgármester úr. Már bánod, hogy behoztad. Legyen szíves. Hívjuk a VTCC egy nyertesét, másodmagával ugye valaki lehetőséget kap, hogy ott legyen Norbi jövő heti Hungaroringen tartandó futamán. Csak ki, Jézus. Jó volt. Mi a várvár? Atya Isten, mi a maga. Tartandó futam, na. De ha nem mondja, hogy morning show, nem mehet. Igen, tessék. Balázs, Melinda, hello, morning show. Hello, szia. Hello. Szóval nem nyertem. Úgy néz ki. Hello, Melinda. Hol hallgatsz minket? Munkahelyemen. Munkahelyedem. De, nagyon szeretnél menni? Nagyon. Igen? Na, arra hangodom, meg az SMS is arról árulkodott. Ez nagyon jó. Nagyon örülök. Hát honnan tudod, hogy megnyerted? Mert felhívtál. Mondjuk nyomos ér, nem tudnám cáfolni. Először a veszteseket hívjuk. Egyenként. Mint a 18 000-et. Igen, egyet nem hívunk a 18 000-ből, ő nyert. Melinda, mit írtál nekünk? Milyen jó megfejtés? Hogy ötös, mindig ötös, most is ötös. Mindig ötös, most is ötös. Így van, ez Mihalis Norbi rajtszáma, ugye? Az ötös autóval megy. Illetve az ötös a rajtszáma, nem az ötös autóval. Mindegy, picit fáradt. Szereted az autósportot, vagy pedig csak a Norbi kölykös mosolya varázsoltál?
Nem, mindenféle autósportot imádok. Na, tényleg? Mit nézel meg? Hát leginkább rallit. Rallit. Aha. Aha. Az jó, és Forma 1-et? Azt annyira nem. Azt annyira nem. Ki tiszel magad, Melinda? A páromat. A párodat is nagyon fog örülni, igen. De jó. Nem hallgatja. Biztos halt, igen. Jövő hétvégén van, szerintem akkor tudod. Jó? Igen, igen. Ez egy páros belépő, háromnapos futam, időmérő, Hungaroring nagy jambori, úgyhogy ott leszel a túrautó világbajnokságon. Jó? Tök jó, köszönöm. Oké, Melinda, ügyes vagy. Köszi, köszi, hello. Ciao, hello, hello. Na, és még holnap is tart ez a játék, amellett, hogy holnap a Robbie Williams Meet and Greet-et is sorsoljuk, holnap is lesz lehetősége a mi hallgatóinknak kijutni a VTCC páros egyekkel a Hungaroringre, úgyhogy holnap is van még egy lehetőség. Lehet, hogy nem 9 és 10 között csináljuk, hanem előbb korábban. Minden órában hallgatók esélyt kapjanak. Jó? Úgyhogy érdemes minket hallgatni. Hívjuk a nap hallgatóját. Tolom, hallod? Úgy csak csinálom. Adni. A feszültséget, hogy közeledünk a pillanathoz, hogy ki kell menni az autóthoz. Ott lesz, és elrabol. Morning show. Oh, hello! Mi van, csajos nap van, gyerekek? De nem Melinda. Magdi. Hello Magdi, csak annyira hasonlított a hangod a Melindához, azt hittem, hogy egy SMS-t is küldtél, játszottál is, de nem ugyanaz a két telefonszám. Na, ugye ilyen fura rajongókról beszélgettünk, hogy mindenkinek van valaki, aki üldözi, vagy a postás, vagy követi, vagy valamit rá akar sózni, és te írtál nekünk egy SMS-t, de ezt jobb, ha te mondod el, ez igaz, amit írtál? Ez igaz, ez sajnos igaz. Nem emlékszem szóról-szóra az SMS-re, de végül is az volt a lényege, hogy én Kardenekel Antiba voltam szerelmes, aki a 40 király műsorvezetője volt, és hát úgy gondoltam, hogy azt szerint állítja össze a 40 királyt, hogy nekem melyik zene tetszik, és ugye amikor rossz zenék voltak, akkor úgy gondoltam, hogy az a konfliktus, ami kapcsolatunkban úgymond, és hát ez egy évekig működő dolog volt. És volt egy rossz zene, és azt hittad, hogy az a szemét, Anti, ezt most ezzel nekem üzen? Igen, most összevesztünk, igen. Aha, de bármilyen kapcsolatotok volt egymással? Nagyon érdekes, egyébként e-maileztünk egy időben, néhány e-mailt váltottunk, és az volt a legfurcsább megnyilvánulása, hogy te egyébként normálisnak tűnsz, aztán így elült a dolog. Aha, tehát valami kis e-mailezés elindult, az abba maradt, és utána te azt hitted, hogy éveken keresztül még a 40 királyban egy Demién dallal, vagy szerelmes dallal, vagy valamilyen neked üzen. Igen, igen, aha. Valami ilyesmi. Atya, hogy Isten, jöttél ki a dologból? Hogy beleszerettél a Sunny Rolandba. Nem. Egyszerűen kinőttem valahogy. Tényleg. Azt hittük, hogy hallottad, hogy Anti egyszer beleszellentett a mikrofonba, és akkor ott megtört valami. És egyébként tényleg bele. És volt, igen. Figyelj, és beszélgettél is az éteren keresztül? Tehát az Anti mondott valamit, közlekedést, valami dalt, konferált, humorizált, és te válaszoltál? Vagy azt hitted, hogy üzen neked verbálisan? Volt ilyen, hogy azt gondoltam, hogy üzen nekem, igen, de az ilyen közlekedési hír, ilyesmi, azokat nem annyira vettem magamra, inkább csak a zenét. Köszönöm, drágám, ó, hogy torlódik az N7-es. Igen, emlékszel egy dalra, amiről tényleg konkrétan azt hitted, hogy neked szól? Igen, a Let the Sunshine-nek a feldolgozása az volt az, amit énekeltem is egyszer bele, utána valami szignálba is benne volt egy darabig. És azt hitted, hogy azt neked küldi, hogy... Igen, mert azt egyszer az egyik műsorában, az esti műsorában énekeltem, és az belevágta a szignáljába, és azért nagyon boldog voltam. És arra gondolt, hogy Kardenekel Anti beléd akarja engedni a napfényt? Hát, mert ugye... nem, ez a dolog, hogy enged be a napfényt, hogy most kicsit túlzással tulajdonképpen, de hogy... És erre gondoltál, hogy Anti így üzen? Igen, igen. Valami ilyesmi. Let the sunshine in. Aha, igen. Szép. Na jó. Jól van, oké, te vagy a naphallgatója, Magdi. Hát köszönöm szépen, köszönöm. Ügyes vagy, hogy mondtál, vagy mondtad, hogy morning show, helyileg hol hallgatsz minket? Pomázon. Jól van, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. És hát Pomázhoz nincs messze az a hely. Jó. Hát elviszünk téged egy olyan étterembe, hogy a bugyid is leesik rólad. Na. Jó? Ha elviszed a párodat, nagyon jól fogjátok magatokat érezni. Dallasországban 5000 forintért megtankolják az autódat, 5000 forintért meg hülyére elhetitek magatokat, de tényleg hamburgerek, amerikai palacsinták, tacos, nachos, makosz, mukosz, minden hihetetlen jó hangulatú amerikai étterembe szeretnénk téged. Szemszájnok ingerosz. Mogyosz. Jó, egy nagyon klassz kis helyre szeretnénk megvendégelni téged. Jó? Köszönöm szépen. Talán ezért a vendégségért meg fogja bocsájtani azt a vallomást, amit most tettem nektek. Hát ha nagyon jó vagy, még az Antit is odahívjuk neked egy ilyen kis hármas ebédre. El tudjuk intézni. Mindent. Köszi Magdi, ciao. Én is köszönöm, sziasztok. Érezzétek jól magatokat. Hello, ciao. Csabikám, remek zenéid lesznek?
próbálom továbbvinni azt a lehetőséget, hogy te adsz, ennyit adsz a hallgatóidnak. Nem, mi adunk. Ja, ti adjátok, hát én is próbálok ehhez felnőni, úgyhogy folytatódik a... polgármester úrnak tűnderékeny. És a polgármester úr jóváhagyásával folytatódik a rezeg velünk itt a Klassz FM-en, úgyhogy lesz megint a rezgős láger, és ezért cserébe minden órában egy hónapos Flabellos bérletet adok, és holnap sorsolom a fődíjat, ami egy vadi Flabellos lesz. Azt és hát minden mellett meghallgatjuk a Honey Beast-nek. És a futbolista lány viszi ki, vagy? Kicsoda? Nem az? Ja, nem tudom. Nem a harántartás nehéz választó fizikai munka, harántartás, nem ő viszi a nyeremét? A Honey Beast-nek az újdonságát ajánlom nektek, nem tudom, ti hogy vagytok vele, szerintem semmi kis bandag, a legnagyobb hős. Beavers nem lehet kérni, egy Beavers dalt, nincsen? Nem van, szoktuk játszani a szorít. Szorít játszunk? Igen, nagyon kedvelem. Dvorzsáktól van valami? Csak morzsák vannak, amiket itt hagytok a reggeliből. Beavers az ügyes. Az nagyon jó. Puskás Peti és testvér. Ügyes gyerek. 10 óra múlt pontosan 1 perccel Csabi jön a kívánság műsor, ami pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!